Akkor tisztelettel és szeretettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, jegyzőasszonyt és a kedves jelenlévőket, intézményvezetőket és egyéb érdeklődőket, és természetesen majd azokat a nézőket is, akik a testületülés felvételét meg fogják tekinteni. A kiküldött napirendi javaslat elfogadtatása előtt egy feladatom van, ugyanis tájékoztatnom kell a képviselő testületet, hogy Peterzon János képviselőtársunk december 1-i hatállyal lemondott a képviselői és a pénzügyi bizottsági tagságáról, tekintettel arra, hogy ő hivatásos tűzoltó, és az önkormányzati törvény szerint, a magyar önkormányzatokról szóló törvény szerint hivatásos, illetve rendvédelmi szervek tagjai nem lehetnek önkormányzati képviselők. És ilyenkor ugye azt mondja a törvény, hogy ezt a bizonyos összeférhetetlenségi állapotot 30 napon belül meg kell szüntetni. Hát tulajdonképpen ő ennek most eleget tett azzal, hogy bejelentette ezt az összeférhetetlenséget, és lemondott a képviselőségről és a bizottsági tagságról. Erről külön a testületnek határozatot nem kell hoznia, ezt tudomásul kell venni, mert ez így a törvény alapján történik meg, hogy megszűnik a képviselői megbízatása. A választási eredmények alapján a választási bizottság, helyi választási bizottság megállapította, hogy Peterzon Jánost követően a 2014. október 12-én tartott választáson a következő személy, Szarvas Csaba következik, 539 szavazattal, tehát Peterzon János képviselő helyére Szarvas Csaba képviselőként kerül be a testületbe. Mielőtt kivenném tőle az esküt, én javasolom a képviselőtestületnek, hogy mivel Peterzon János a pénzügyi bizottság tagja volt, egyidejűleg döntsünk arról is, hogy az ő helyére, Peterzon János helyére Szarvas Csabát képviselőt választjuk be pénzügyi bizottság tagjává, és akkor nem kell külön kivennem az esküt képviselőként is és bizottsági tagként is. Amennyiben ezzel a testület egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, úgy látom, hogy egyhangú. Akkor én most a Szarvas Csaba képviselő úrnak az eskü kivételéhez kérem, hogy valamennyien álljunk fel. Őt pedig kérem, hogy mondja utánam az eskü szövegét. Én Szarvas Csaba. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Képviselői és bizottsági tagságomból. Eredő feladataimat. Karttal település fejlődésének. Előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segél. Köszönöm szépen, foglaljanak helyet. Akkor most térnénk rá, hogy tulajdonképpen megállapítom, hogy a testület teljes létszámban jelen van, határozatképes, a testületülést megnyitom. Javasolom, hogy az írásban kiküldött meghívót fogadja el a képviselőtestület, meghívóban leírt napirendi pontokat. Egy ponttal szeretném, hogyha kiegészítenénk,
Tegnap érkezett a Nagyközségi Sport Egyesülettől egy kérelem, és ezt a kérelmet javasolom felvenni a 6. pont után, 7. pontként, és az én tájékoztatóm lenne a 8. pont. Igen. Egy olyan tiszteletteljes javaslattal állnék elő, itt van ugye az Urbán Gobi is, a Kartalás elnöke, hogy vegyük, ha lehetséges, első napi rendi pontként, mert neki más elfoglaltsága is lenne. Itt van Gabi? Igen. Ja, ott van Gabi. Jó, én egyetértek ezzel, akkor kérem, hogy a képviselő testület a napi... Szeretnék én is javasolni egy érdekbe egyet, igen? Amíg belefér az időbe. A temetővel kapcsolatban, a temetőben lévő faszoborok, amik ott ki vannak mintázva, annak a védelmébe. Jó. Akkor azt majd a végére lehet. Persze. Jó. Jó, akkor azzal a módosítással teszem fel a napirendre vonatkozó javaslatomat, amit itt Bognár képviselőtársam javasolt, hogy a sportegyesület kérelmét tennénk első napirendre, és utána pedig a meghívóban szereplő sorrendben haladnánk végig a napirendi pontokon. Kérem, hogy amennyiben egyetértetek ezzel, akkor kézfelemeléssel szavazzunk. Köszönöm. És akkor mielőtt el nem felejtem, két jegyzőkönyv hitelesítőt kell elfogadnunk. Én javasolom dr. Gyöngy Mónikát és Bognár Lászlót. Egyetértetek vele? Jó, köszönöm szépen. Akkor, ahogy megbeszéltük, a Nagyközségi Sportegyesület kérelmével kezdenénk. Azt gondolom, hogy az a leghelyesebb, hogyha felolvasom, ugyanis most a testületi ülés előtt volt közvetlenül a pénzügyi bizottság ülése, de rövid volt az idő, és sok volt a megbeszélni való, tehát igazából a pénzügyi bizottság sem tudta ezt megtárgyalni. Tehát elolvasom akkor a kérelmet. Kartal Nagyközség Sportegyesületétől érkezett, képviselője Urbán Gábor, tárgy az MLS-hez benyújtott előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás felújítás pályázatunk ön részéhez, kérelem. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület! 2014 tavaszán sportegyesületünknek lehetősége adódott pályafelújítás tárgyában 70%-os támogatási intenzitással pályázatot benyújtani a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a 2014-15-ös évadra vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban 2014 tavaszán a Kartal Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának már tájékoztatást adtam, bizonyára többen emlékeznek rá, ahol elmondtam, hogy saját erőből az önrészt nem tudjuk biztosítani, ezzel kapcsolatban önkormányzatra is számítunk. A bizottság támogatta a pályázatot és annak megvalósítását, de a határozat nem született róla. A pályázatot 2014. április 28-án benyújtottuk 4.999.396 forint értékben, melynek keretében a következők valósulnak meg a sportpályán. Öntöző berendezés létesítése mély kút fúrással, pályakarbantartó fűnyíró traktor beszerzése, netbook beszerzése játékvezetők részére elektronikus kapcsolattartás biztosítása, új szögletzászlók beszerzése. Az MLS 2014. június 11-én határozatban sportfejlesztési programunk keretében jóvá hagyta pályázatunkat. A mai nappal, majd a dátum is itt lesz, azt mondja, a mai nappal az elektronikus kérelmi rendszerben a sportszervezetek és az MLS közötti kapcsolattartásra létrehozott felület hozzáférhetővé vált a támogatás összegének lehívása, zárójelbe 3.499.577 forint. A projekt támogatója az OTP Bank NRT. Jelenlegi lehetőségeink alapján 500.000 forintot tudunk elkülöníteni a pályázat önrészéhez, a további működésünk veszélyeztetése nélkül. Ezért kérjük, hogy a fennmaradó 999.000
1.819 forintot az önkormányzat biztosítsa számunkra. A beruházás megvalósulásával reményeink szerint a jelenlegi több mint 60 igazolt gyermek labdarúgó mellett más korosztályokat is tudnánk versenyeztetni. A felnőtt labdarúgást is újra lehetne indítani a megújult, karbantartható játéktéren. Bízva a kezdvező elbírálásukban, tisztelettel Urbán Gábor Karttal esse elnök, és mellékelte a Magyar Labdarúgó Szövetség határozatát, ami tulajdonképpen ezeket a számokat igazolja, amit az esse elnöke a kérelemben leírt. Mivel itt van Urbán Gábor úr, szeretném megkérdezni, hogy a kérelmével kapcsolatban akar-e még valamit esetleg előadni? Hát úgy gondolom, hogy nagy vonalakban leírtam, amiért írtam a kérelmet. Tehát igazából arról van szó, hogy itt összességében egy 5 milliós beruházást tudnánk megvalósítani a pályán, de hát ugye ehhez 1,5 millió forint önrészre lenne szükségünk, amit mi körülbelül egy 500.000 forintot tudunk erre biztosítani, és erre forrásokat próbálunk találni, hát elsősorban az önkormányzatra gondoltam ez ügyben. Szeretném, hogyha meg tudnánk ezt vitatni, hogy van-e erre lehetőség, ha igen. Tehát van ennek határideje? Mert most egy kanyivas nincs az önkormányzatban, azért mondom, hogy meddig hívhatjátok le ezt a pénzt? Ez a 14-15-ös évadra van, tehát 2014 augusztus 1-től 2015 július 31-ig tart ez az időszak, addig kell befejezni a beruházást. Addig be kell fejezni, tehát nem akkor addigra nem kell leírni, addig be kell fejezni. Tehát így van egy idény a MLS-nél, tehát augusztus 1-től július 31-ig. Bocsi, hogy közben szólok, de említsd azt is, amit itt az ülés előtt már kérdeztem, hogy utófinanszírozású, tehát azt jelenti, előfinanszírozású, tehát meg lehet kezdeni a munkálatokat. Előfinanszírozású, tehát előre adják a pénzt, és utólag kell vele elszámolni természetesen. Megadom a szót, bocsánat, nem figyeltem. Pénzügyi vezetővel egyeztettem tegnap, megnéztem a tartozásainkat, mennyi pénzt, mennyi számlát kell kifizetnünk, illetve mi a várható bevételünk. Tehát jelen pillanatban tájékoztatlak benneteket, hogy nincs rá keretünk, tehát nincs rá forrás, tehát az idei évben biztos, hogy nem tudjuk ezt támogatni, de hogyha 2015 első felébe, év első felébe kell ezt lehívni, akkor én szerintem ezt 15 év elején, tehát amikor a 15-ös költségvetést tárgyaljuk, akkor kerüljön napi rendi pontra. Jó? Hogyha ez megoldható. Tehát most jelen pillanatban erre nem tudunk szerintem forrást elkülöníteni. Jó, ez is haladás. Én igazából előtérbe akartam helyezni, hogy erre számítanánk meg, tehát hogy esetleg az önkormányzat úgy tudjon kalkulálni, hogy hát azt hiszem már évek óta nem nagyon kaptunk forintálisan segítséget az önkormányzattól. Talán már szerintünk itt lenne az ideje. Kalcsó képviselő úr. Köszönöm a szót. Én úgy gondolom, hogy a környéken nincs olyan település, mint Nógrád megyében se, ahol pár százal adnak, azt nincs egy futballcsapat. Most végre nyertek egy pályázaton. Én úgy gondolom, hogy fel kell karolnunk. Ekkora településnek közel 1 millió forintot, ha nem bírunk kiszorítani egy évbe, akkor el kell ásni magát. Én azt gondolom, hogy adjunk egy ígérvényt, hogy az első negyedévben valahonnan erre a lehetőséget biztosítjunk, hogy amit megnyertek, ezt végre is tudják valósítani, és a gyerekek hadd sportoljanak rajzzal. Hát én nagyon sajnálom, ha elveszne ez a támogatás, meg ha nem tudjuk lehívni, nem tudom, ha közelebb pályázunk, mennyire fogjuk megnyerni ugyanerre, mert ez egyébként van ez a pályázat folyamatosan, tehát minden évben lehet, de hát azért, ha visszaadjuk, akkor nem hiszem, hogy még egyszer megkapjuk. További hozzászólás, vélemény? Kalcsó képviselőt támogatjuk, szerintem is ez a mindenki támogatni, mindig minél előbb mihez tudunk rá elkülöníteni, akkor támogassuk. 15 év.
Természetesen jövő év, hát az idejéből nem biztos. Mindenféleképpen ugyanezt támogatom én az első évet, 2015-ös első fél évében térünk vissza rá, és mindenféleképpen támogassuk, hogy előre lendüljön a karttal sportja ismételten. Köszönöm szépen. Akkor én azt a határozati javaslatot tenném, hogy a képviselőtestület úgy dönt, hogy vállalja a 999.819 forint önkormányzati támogatást önerőként nyújtani a karttali sportegyesületnek, és az összeg átutalása 2015 első negyedévében fog megtörténni. Én azt gondolom, ez így korrekt, ne kelljen még egyszer visszatérnünk erre a témára, tehát vállaljuk ennek a támogatásnak az átutalását 2015 első negyedévébe. Amennyiben ezzel a határozati javaslattal egyetértenek képviselőtársaim, akkor kérem, hogy kész felemeléssel szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk ezt a határozati javaslatot. Akkor megyünk tovább a meghívónk szerint. Következik a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatok elbírálása. Röviden, mivel ugye a képviselőtársaim írásban mindig megkapják az előterjesztéseket, viszont ugye a televízió nézők nem igazán tudják, hogy miről is van szó, csak röviden elmondanám, hogy Karttal Nagyközség önkormányzata is csatlakozott ehhez a Burza Hungarika programhoz, ami azt jelenti, hogy a nehezebb anyagi körülmények között élő családok gyermekei is tanulhassanak felsőoktatási intézményben, illetve úgy tudom középfokú oktatási intézmény utolsó évébe. Tulajdonképpen úgy döntött az önkormányzat, hogy 57.500 forint per fővel támogatja. Jól mondom, jegyző azt, hogy... Az egy főre eső jövedelem, hogyha igen. Ezt nem haladja meg, akkor részesíti pályázati támogatásban. Köszönöm a segítséget, egy kicsit rosszul mondtam most. Tehát végül is az önkormányzat úgy határozta meg a támogatási feltételt, hogy ahol a családban az 57.500 forint per fő jövedelmet nem haladja meg a bevétel, azokat a családokat támogatják. 4 kérelem érkezett az A-típusú Burza Hungarika ösztöndíj pályázat iránt. Csizmadia Anna, Fácán Dániel, Magyarósi Fruzsina, Varga Kornél László, és tulajdonképpen ezt a kérelmet megtárgyalta a Művelődési és Szociális Bizottságunk is, valamint a Pénzügyi Bizottságunk is, és innentől kezdve akkor megkérném a bizottságok elnökét, hogy ismertessék velünk, hogy hogyan tárgyalták meg, és milyen döntést javasolnak a képviselőtestület részére. Akkor először a Szociális és Művelődési Bizottság. Köszönöm szépen. A november 25-i Művelődési és Szociális Bizottsági ülésen tárgyaltuk ezeket a kérelmeket. A 4 benyújtott kérelem vonatkozásában elsődlegesen a pályázati feltételeknek való megfelelést vizsgáltuk. E vonatkozásban Csizmadia Anna volt az, aki sajnálatosan az egyfőre jutó jövedelem szempontjából nem felelt meg a pályázati kiírásnak. Itt az egyfőre jutó jövedelem meghaladta az 57.000 forintos összeghatárt, így e vonatkozásban nyilván pályázati feltételek meglétének a hiányában úgy döntöttünk, hogy a bizottság nem javasolja az ő vonatkozásában a pályázati kérelemnek való helytadást, míg a másik 3 pályázó esetében ezen pályázati feltételeknek való megfelelés az megtörtént. Nyilván dönteni kellett arról is, hogy a pályázat keretében mekkora összeg lenne az, amire vonatkozóan javasolnánk a képviselőtestületnek az ösztöndíjnak a megállapítását. Itt figyelembe véve a jelentkezők számát, illetve az előző évekhez képest sokkal alacsonyabb volt
a jelentkezés, illetve alacsonyabb létszámban pályáztak a személyek. Itt a Szociális Bizottság ezen három pályázó esetében javasolta az ösztöndíj megállapítását 10 000 forint pályázónkénti összegben, és ezt javasolnánk a képviselőtestületnek, hogy fogadja el. Köszönöm. Pénzügyi Bizottság elnökét kérem. A Pénzügyi Bizottságon és Pénzügyi Bizottság ülésen is megtárgyaltuk ugyanezt a napirendi pontot, és egyhangúan 6 igen szavazattal elfogadtuk a Szociális Bizottság javaslatát. Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e egyéb vélemény, javaslat, kérdés? Szarvas Csaba. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez havi 10 000 forint, és ugyanennyivel a kormány megint pluszt ezt a 10 000 forintot hozzáteszi, tulajdonképpen 20 000 forintot kapnak ezek a pályázók havonta. Köszönöm a kérdészítés, igen. Amennyiben nincs más, akkor határozati javaslatként felteszem, hogy amennyiben a képviselőtestület egyetért azzal, hogy Fácán Dániel, Bocskai utca 93 szám alatti lakos, Magyarósi Fruzsina, Mártírok utca 77 szám alatti lakos, és Varga Kornél László, Kodály Zoltán utca 39 szám alatti lakos részére havonta 10 000 forint támogatást nyújtsunk a tanulmányaikhoz, úgy kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a testület ezt a határozati javaslatot. Következő napirend a Galgamenti Önkormányzatok Társulása. Tulajdonképpen ismételten ugye azt tudom mondani, hogy a képviselők ismerik az előterjesztést, viszont szintén a tévénézők kedvéért elmondom, hogy létrejött már több évvel ezelőtt a Galgamenti Önkormányzatok Társulása, amely tulajdonképpen itt a Galga mentén lévő települési önkormányzatok hoztak létre. A társulás a köznevelési intézmény pedagógiai szakszolgálat működtetése, a belső ellenőrzési feladat és a munkavédelmi feladatok ellátására jött létre. Ezeket a feladatokat tehát a társult önkormányzatok, Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörg, Iklad, Gartal, Tura, Verseg önkormányzata, tehát ebben a társulási formában látják el. Ennek előnye, hogy úgy tudom, a társulások finanszírozása mindig magasabb összegű volt, tehát azért volt célszerű bizonyos feladatokra társulási megállapodásokat létrehozni. Ahogy az írásos előterjesztésben is jeleztem, tulajdonképpen módosítani kell a társulási megállapodásnak úgynevezett függelékeit. A függelékek tartalmazzák azt, hogy ki a társulás elnöke, alelnöke és kik a pénzügyi bizottság tagjai. Ezt el fogom mondani, hogy volt egy november 13-án a polgármestereknek egy társulási tanács ülése, és az alábbi változásokat szavaztuk ott meg. A társulási tanács elnöke Vanó András Galgahévíz polgármestere, alelnökök Jamrik László Bag polgármestere, Tantó Csaba Domony polgármestere, a pénzügyi bizottság tagjaivá választottuk, elnök Madarász István Iklad polgármestere, tagok Németné dr. Keresztes Katalin polgármester, Kartal polgármestere, és Bazan Tibor Hévízgyörg polgármestere. Tehát egyrészt javasolom, hogy ennek megfelelően a társulási megállapodás függelékeinek a módosítását fogadja el a képviselőtestület. Azon kívül a kiküldött határozati javaslatomhoz szeretnék kiegészítést tenni, és még ezzel a társulással kapcsolatban egy újabb javaslatot tenni.
Az általam kiküldött anyagban jeleztem, hogy Kartal nagyközség a társulás feladatai közül 2011 óta nem vette igénybe a munkavédelmi feladatok ellátását. Erre egy gyöngyösi céggel kötöttek szerződést. Amikor még én ezt az előterjesztést november 28-án készítettem, megmondom őszintén, hogy kizárólag pénzügyi szempontból vizsgáltam azt, hogy számunkra melyik az előnyösebb, hogyha a gyöngyösi céggel végeztetjük továbbra is a munkavédelmi feladatokat, vagy pedig a társulás keretében. És mivel a gyöngyösi cég évente körülbelül ilyen 120 ezer forintot kért idézőjelben mondva csak, viszont a társulás keretében olyan tájékoztatást kaptam, hogy ilyen 5-600 ezer forintba kerülne nekünk a munkavédelmi feladat, így a kiküldött anyagomban még azt javasoltam, hogy maradjon ez a gyöngyösi cég. Ugyanakkor egyrészt ennek a gyöngyösi cégnek a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatait végző személlyel volt szerencsém találkozni a héten. A munkáját nem szeretném minősíteni, de nem tartom magas színvonalúnak. És a másik, ami indokolja, hogy a határozati javaslatomon változtassak, hogy tulajdonképpen november 28-án a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság gödöllői kirendeltségétől kaptunk egy végzést, ami tartalmazza, hogy az iskolában vizsgálatot, illetve ellenőrzést végeztek, és nem sorolom fel ezt az egész levelet, de nagyon-nagyon sok hiányosságot állapítottak meg, ami a tűzvédelmi és a munkavédelmi és ezzel kapcsolatos feladatokkal függ össze. Ugye ez mindig a polgármester felelőssége, kaptam határidőket, 30 napokat, hogy ezeket a hiányosságokat szüntessük meg. És mivel úgy ítéltem meg, hogy tulajdonképpen akkor ez a gyöngyösi cég nem végzi el azt a feladatot, amit vállalt a szerződésben, tegnap konzultáltam a Galgamenti Önkormányzatok Társulásának azzal a foglalkoztatottjával, elárulom a nevét is, Sáhó Béla úrral, aki valamennyi Galgamenti Önkormányzatnál elvégzi ezt a munkavédelmi feladatot, és megkérdeztem, hogy ha mi is a társulás keretében vennénk igénybe, illetve végeztetnénk el a munkavédelmi feladatokat, akkor ez nekünk mibe kerülne. Azt mondta, hogy havonta bruttó 30 ezer forint, de ebben tulajdonképpen az összes szabályzatot elvégzi a intézmények, a polgármesteri hivatal kockázatvizsgálatát, munkabiztonsági bejárásokat tart, a közhasznú dolgozóknak az oktatását, munkavédelmi oktatását elvégzi, intézményeknél a dolgozók munkavédelmi oktatását, és tulajdonképpen kiszállási díjat nem kér. Most, ha számolunk éves szinten, ez bruttó 660 ezer forint, bruttó 360, kicsit elnézést, az embernek a gondolata több felé jár, tehát 360 ezer forint éves szinten, és én azt gondolom, hogy ennyit megér, hogy minden intézményünk, minden gyermekünk és minden dolgozónk biztonságban legyen. Tehát az, hogy megfeleljünk minden szabályzatnak, ne adj Isten egy tűz esetén bármi, minden szabályosan történjen, a dolgozók mindenre fel legyenek készítve, és én javasolom, hogy döntsön úgy a testület, hogy 2015. január 1. napjával a munkavédelmi feladatokat a Galgamenti Önkormányzatok Társulásán keresztül lássuk el mi is. Remélem elég érthető volt, ahogy mondtam, mert azt gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy először forint oldaláról közelítettem meg, de azt gondolom, hogy kerül ez mondjuk valamivel több, mint a duplájába, de az, hogy minden rendben legyen,
Azt hiszem, ez nem mindig pénz kérdése. Mónika? Nekem csak annyi kérdésem lenne ehhez kapcsolódóan, hogy említette polgármester asszony, hogy elkészítésre kerülne az összes szabályzat. Ezek szerint eddig nem is voltak készen a szabályzataink, vagy csak nem voltak jogszabállyal összhangba hozva? Szabályzatok vannak, de van, ami már elévült, változtak a jogszabályok. Hát most csak utalnék arra, hogy 2 évvel ezelőtt, mondjuk nem pont ide tartozik, de elmondhatom azt, hogy például ugye a tűzoltóság beolvadt a katasztrófa védelembe. Most megmondom őszintén, én nem jártam még végig az összes intézményünket, pláne nem volt arra időm, hogy a szabályzataikat megnézzem, de én azt gondolom, hogy ha a társuláson keresztül végeztetjük el ezt a feladatot, akkor biztos, hogy minden napra kész lesz, és jogszerű, és precíz, és nem kell félnünk attól, hogy bármi baj, vagy esetleg, hogyha nem is baj, de jön egy ellenőrzés, akkor szigorú büntetés ér minket. Bognár képviselő úr. Köszönöm, csak azzal egészíteném ki, hogy a 2011-es évet megelőzően éveken keresztül a Sáó Béla látta el ezt a feladatot, szerintem közmegelégetésre, és akkor történt egy változás, de akkor az elmondottak alapján egyértelmű, hogy nem volt egy szerencsés váltás. Igen. Én is mindenképpen támogatnám Sáho Bélának a megbízását, mert tényleg akár egy munkai baleset történik az iskolában, bármikor őre mindig lehetett számítani, és gondolom, hogy ez ugyanígy lesz ezután is. Úgyhogy tényleg mindig segített még egy ilyen papír kitöltésében, és mondtuk pontról pontra, és akkor ő mondta, hogy mit írjunk be, hogy az úgy rendben legyen, úgyhogy... Igen, amikor telefonon tegnap este egyeztettem vele, mondtam, hogy most azon kívül, amit itt mondtam, hogy ő mindent megcsinál, szabályozat, stb. Bármi van, azonnal szólhatunk neki, és ő rögtön jön és rendelkezésünkre áll. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs? Akkor tulajdonképpen a határozati javaslatomat úgy összegezném, hogy Kartal Nagyközség önkormányzata képviselőtestülete megtárgyalta a Galgamenti Önkormányzatok társulási megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot, és elfogadja, hogy a polgármesterek személyében történt változások alapján a megállapodás függelékei módosítása kerüljenek. A képviselőtestület úgy dönt, hogy 2015. január 1. napjától a munkavédelmi feladatok ellátását a Galgamenti Önkormányzatok társulása keretében kívánja elvégeztetni. Megbízza a polgármestert, hogy erről a társulást értesítse, és egyidejűleg a TechWork Kft.-vel kötött szerződést mondja fel. Egyébként még annyit kiegészítésként, hogy megnéztem a szerződést, tehát tulajdonképpen csak annyi van benne, hogy tárgyév decemberéig lehet felmondani, tehát most még éppen időben vagyunk, hogy ezt a szerződést felmondjuk akkor. Amennyiben ezzel a határozati javaslattal egyetértenek a képviselőtársaim, akkor kérem, hogy... Jaj, bocsánat, nem adtam szót meg a bizottság elnökének, bocsánat, még ezt nekem is meg kell szokni. Pénzügyi bizottság tárgyalta, és kérem, hogy tájékoztasson az elnök úr, hogy mire jutottak. Igen, második napirendi pont volt ott is, és a kiküldött anyag szerint... módosított határozati javaslatot egyhangúan 6 igen szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen. Jó, akkor most már ismerve a pénzügyi bizottság elnökének is a tájékoztatóját, akkor még egyszer kérdezem, hogy aki így a határozati javaslatot elfogadja, akkor kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, én is szavaztam, hogy egyhangúlag. Akkor a határozat el lett fogadva. Következő napirendi pontunk, Kartal versek szennyvíztisztító telep gesztori megállapodás megbeszélése. Itt is ugyanazt tudom elmondani, mint az előzőekben, hogy a képviselőtársaim a gesztori megállapodás tervezetét írásban megkapták. Szóbeli kiegészítésként ugye el kell mondanom, hogy Kartal Verseg önkormányzata korábban már pályázott szennyvíztisztító telepre.
azonban a pályázat forráshiány miatt elutasításra került. Tehát tulajdonképpen most újra kell szennyvíztisztító telepre pályázatot benyújtani. November 26-án voltunk a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahol egy részletes tájékoztatást tartottak részünkre. Lényegében azt kell tudni, vagy célszerű, ha ismeri mindenki, hogy eléggé megváltoztak a pályázati feltételek, viszont az előző pályázat, tehát az előző pályázat benyújtása előtt, akit a testület pályázat íróként megbízott, az továbbra is a pályázatírást folytatja, tehát a megváltozott pályázati feltételek szerint elkészíti a pályázati anyagunkat. Ezt most már csak ilyen elektronikus rendszerben lehet feltölteni majd a minisztérium által kialakított rendszerre. Tulajdonképpen az szükséges ahhoz, hogy a pályázatunkat be tudjuk nyújtani, hogy a két település között egy együttműködési megállapodás jöjjön létre, mert az előző pályázatnál a két település között létrejött egy társulási megállapodás, de az nem jó erre az esetre, mert a társulás az egy jogi személy, és ugyannak egészen más működési szabályai vannak, mint hogyha idézőjelben mondva csak együttműködési megállapodást köt a két település. Tulajdonképpen bízunk abba, őszintén elmondva, még azt nem mondtam, hogy ezen az értekezleten jelen volt természetesen Verseg község polgármestere is, Józsa Csaba úr is, alpolgármester asszony, Ritec György úr, a DAKÖV elnöke, mert ők lesznek majd ugye a üzemeltetők. Személy szerint én is ott voltam, és tulajdonképpen felajánlották a minisztérium részéről, hogy mivel annyira megváltoztak a pályázati feltételek, és igazából még nincs kialakulva, azt hiszem elmondhatom ezt, ott minden pontosan, hogy hogy is fog zajlani, azt javasolták, hogy mindig kérjünk, vagy amikor szükségünk van, kérjünk egyeztetésre időpontot, megpróbálnak mindenbe segíteni, mert ugye ez 5%-os önerőt igényel ez a pályázat. Tehát itt azért például ez is egy komoly anyagi teher mindkét önkormányzatnak, majd az önerő biztosítása, azon kívül például olyan pályázatot el is utasíthatnak, ahol a pályázó nem számolt el mondjuk egy korábbi pályázatból származó beruházásával, és úgy tudom Versegen ilyen van. Ezeket csak azért mondtam el, hogy tulajdonképpen egy teljesen új pályázat benyújtásán kell dolgoznunk, és ennek az egyik legfontosabb része most, hogy egyáltalán el tudjunk indulni a pályázat beadása útján, ez a bizonyos gesztori megállapodás, aminek az anyagát a képviselőtársaim megkapták. Én szóban nem is egészíteném ki jobban ezt az előterjesztést, felteszem a kérdésemet, hogy kérdés, hozzászólás, vélemény kinek van. Szeretném megkérdezni, hogy most egy új szennyvíztisztító telep építésében gondolkodunk, vagy a régit szeretnénk felújítani? Egy teljesen új szennyvíztisztító telep, ugyanis a régi az nem működik. Most nem tudom pontosan, mert ugye én nem voltam mindenben benne, de úgy tudom, talán 2013-tól, vagy talán 2011-től. 2010-től nem működik ez a szennyvíztisztító telep. Valahova elfolyik belőle, de lényeg az, hogy a DAKÖV komoly talajterhelési büntetéseket fizet, mivel ő az üzemeltető, és ugye nem tudja üzemeltetni, mert nem jó a szennyvíztisztító telep, tehát ezt nem lehet javítani, felújítani, egy teljesen új szennyvíztisztító telepet kell építeni. Annak fűznék hozzá még kiegészítésnek, hogy ez egy bírósági
ítélet alapján ez nekünk kötelességünk is. Igen. Mert bírósági elmarasztalásunk van ezzel kapcsolatban, mert ugye a környezetvédelmi hatóságunk nem megfelelően működik, illetve hát egy, szinte nem működik se, hogy a szennyvíztele. Tehát nem magunktól találtuk ki a pályázatot Isten igazándiból, hanem majdnem azt mondhatom, hogy kötelezően ezt meg kell csinálnunk, mert akkor komoly büntetésekre számíthatunk a továbbiakba is. Igen. Gyöngy Mónika. Köszönöm. Nekem még annyi kérdésem lenne, hogyha már új a szennyvíz tisztító telep, hogy ez helyileg ugyanúgy versegen kerülne megépítésre, vagy ugyanazon az ingatlanon lenne a régi elbontásával, vagy egy más ingatlanon, de ugyanúgy verseg területén is a felépítmény lenne közös? Egy teljesen úgy tudom, új területen, de és verseg önkormányzat tulajdonát képezi ez a terület. Értem. Bognár képviselő? Köszönöm, egy kicsit a Mónikához kapcsolódik. Itt olvasom, hogy a saját forrás megosztása tekintetében 73%, ugye, a 70 kartalék 70-30 versegé, hogy ez az arány hogy jött ki, és hogy ez majd a építménynek a tulajdon jogában is megjelenik-e, mert ugye erről volt szó korábban, hogy 50%-ot is kértek a versegiek a tulajdon jogban. Jó, átadom a szót, akkor majd alpolgármester asszony. Azért kérnék szót, mert ez 2013-ban tárgyaltuk ezt a társulási megállapodást, és amit a polgármester asszony célzott rá, hogy ugye egy jogi személyiségű társaságot hoztunk létre ez miatt, versek kartal között, és itt 50-50%-ba történt, 50-50%-ba határoztuk meg a tulajdonviszonyokat, és ennek megfelelően a szavazati arányt is. És ez egy nagyon előnytelen megállapodás volt abból a szempontból, mert kartal versek között ugye tudva levő, hogy volt egy nem kívánatos viszony, tehát mondhatnám, hogy egy rossz viszony. Tehát abban a pillanatban, hogyha az egyik polgármester megvétózta volna a másik döntését, akkor egyszerűen nem tudtak volna tovább lépni az adott beruházásnál. Tehát most a lakosok arányának megfelelően 70-30%-ra lett lebontva a tulajdonviszony is, illetve ennek megfelelően a szavazati arány is 70-30%, tehát azt lehet mondani, hogy kartal többségi befolyással bír, tehát innentől kezdve, hogyha a polgármester verseg, illetve a kartali dönt, akkor ugye a kartali polgármesternek 70%-os szavazata van, tehát a döntő többséggel mi fogunk végül is dönteni abban, hogy hogy fog az egész beruházás lezajlódni a következő folyamatban. Tehát ez az együttműködési megállapodás mindenképpen kedvezőbb, mint az előző, és ennek megfelelően a lakosok arányának megfelelően. Na most a üzemeltetés is a lakosok számához fog igazodni, az üzemeltetés költsége, és ez egy lényeges pont, hogy az elkövetkező években ez mekkora terhet fog ránk róni. Az első 5 évben végül a pályázatíró egy költséghaszon elemzést csinált. Hát ezt ugye tényadatok alapján csinálta a már működő szennyvíz tisztítók tényadatai alapján lehet végül is következtetni a jövőbeni eseményekre. És itt a költséghaszon elemzésből az látszódik, hogy az első 5 éve végül is egy minimális nyereséget termel. Több szennyvíztisztítónak a vezetőjével egyeztettem, országosan el lehet mondani, hogy a szennyvíztisztítók nem nyereségesek. Tehát minimális nyereség van, de inkább nullszaldósak. Az első 5 évből lesz a beruházók általában szoktak vállalni 5-10 év garanciát maga a berendezésekre, tehát ezekben az időszakokban nem kell annyira számítani arra, hogy veszteséges lesz, viszont a következő években arra kell odafigyelni, hogy a díjbeszedés az rendesen határidőre történjen. Hogyha így nézzük a dolgot, akkor ha így nézzük az arányokat, akkor igaz, hogy 70%-os szavazattal kartal polgármestere fog dönteni a döntésekbe, viszont a kötelezettségünk növekedni fog. Tehát az üzemeltetéstől kezdve karbantartásokat nézve az elkövetkező években. Hozzáteszem zárójelbe, hogy mivel garanciálisak lesznek ezek a beruházások az első 5 évben, 5 év után jönnek általában ki azok a problémák, amikor berendezéseket, gépeket, stb. Cserélni kell. Meg fog növekedni az üzemeltetés költsége. Viszont zárójelben említem, hogy a kormánynak szándéka, hogy ezeket a szennyvíztisztító telepeket államosítani fogja. Tehát reméljük, hogy ezek a terhek már nem fognak minket érinteni. Átveszik az üzemeltetést, és onnantól kezdve nem kartalt fogja érinteni.
További hozzászólás, vélemény, kérdés? Nincs, akkor mindenkinek érthető így az előterjesztés. Akkor kérem, hogy aki elfogadja az írásban kiküldött gesztori megállapodást, az kész felemeléssel szavazzon. Jó, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. Következő napirendünk ismét verseggel kapcsolatos. Az írásos anyaghoz szintén egy kis szóbeli előterjesztést a tájékoztatás céljából tennék. 2013. január 1-e óta a dátumokkal néha egy kicsit gondba vagyok, azért erősítettem meg magam jegyzőasszonnyal. Tehát 2013. január 1-től a Magyarország, tehát a magyar helyi önkormányzatokról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a 2000 fő lakosságszám alatti településeken nem működhet önálló polgármesteri hivatal, tehát ezeknek a kicsi településeknek közös hivatalt kell létrehozni valamelyik olyan polgármesteri hivatallal, amelyikkel közigazgatásilag határosak, vagy legfeljebb egy település van közöttük. Tulajdonképpen ugye Versegen utalnék az előző két polgármester közötti kapcsolatra, vagy hogy nem tudott a két település együttműködni. A mai napig nem jött létre ugye a közös hivatal, Aszódot kijelölték, de aztán Aszód mégsem vállalta, úgy tudom, ugye? Nem írták alá a megállapodást Versegi részről, és ezért pereskedés folyik az aszódi hivatal, a versegi hivatal és a kormányhivatal között. Elég szóval bonyolult a helyzet. Jegyzőasszonya, hogy kiegészített, köszönöm szépen, tehát elég bonyolult a helyzet. Lényeg az, hogy most határozott, mondhatom azt, hogy utasítást kaptunk a Pest megyei kormányhivataltól, hogy most már ez a törvénytelen állapot nem maradhat tovább fenn Versegen, és tulajdonképpen az önkormányzati törvény azt mondja, hogy az a helyi választásokat követő 60 napon belül az ilyen kis településeknek valamelyik polgármesteri hivatalhoz csatlakozni kell, illetve közös hivatalt kell létrehozni. Október 12-én voltak a választások, tehát legkésőbb december 11-éig meg kell, hogy szülessen a döntés a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. Amennyiben mi mégsem fogadnánk el az előterjesztésben leírt módon a közös hivatal létrehozását, akkor arra számíthatnánk, hogy a kormányhivatal hivatalból a törvény alapján kijelöl minket, hogy már pedig ide kell fogadni úgymond Verseg hivatalát. Ez úgy működik majd a gyakorlatban, hogy megváltozik ugye a mi nevünk is, meg kell még nekem is szokni. Tehát ez úgy lenne, ugye, hogy közös önkormányzati hivatal, Versegen pedig, tehát pontosan úgy, hogy Kartali közös önkormányzati hivatal lenne 2015. január 1-től, Versegen pedig ennek a kirendeltsége. Ehhez kapunk három főt. Létszámot. Három fő létszámot. Ebből ez az anyag ugye tartalmazza, ezt a képviselőtestületi tagok olvasták, hogy tulajdonképpen két dolgozó a versegi kirendeltségen marad, mert természetesen ott ugyanúgy megmarad a képviselőtestület, a polgármester, ott is zajlanak majd, ha eljutnak oda beruházások, stb. Tehát az marad a Verseg feladata, és a két dolgozó, aki ott lesz,
Ugye egyrészt a képviselőtestület munkáját elő kell készíteni, a döntéseit végre kell hajtani, azon kívül a segélyezési kérelmek maradnának versegen, hiszen ott ismerik az embereket, hogy ki rá szorult és ki nem. Azon kívül, ha csak ugye az anyakönyvi jogszabályokat veszem, ha valaki versegen hal meg, azt versegen kell anyakönyvezni. Tehát mindenféleképpen a versegi kirendeltségen két dolgozót ott kell, hogy biztosítsunk, és egy dolgozó kerülne be ide hozzánk. Hát természetesen majd itt is ugye a mi hivatalunkon belül a feladatok észszerűbb, vagy esetleg a dolgozók nagyobb leterhelésével meg kell oldanunk, mert tulajdonképpen az azt jelenti, hogy verseg összes hatósági ügyének, adó megállapításának, könyvelésének mindenféle feladatát átvesszük. Tehát ennyi, amit még szóban elmondtam azért, hogy aki nem olvasta az írásos anyagot, annak is érthető legyen, hogy miről van szó. Szeretném megkérdezni, hogy érinti ez a, hogy a versenkel perben állunk, hogy érinti az, azt a, nem nevezném tartozásnak, tehát a per tárgyát érinti-e? Igen, ez a pénzügyi bizottság ülésén is felvetődött. Hát persze, ami versekkel függ össze, és velünk, az érinti. De azt mondom, hogy ezt a két dolgot nem kapcsolhatjuk most össze. Tehát ez most a közös hivatal, amit mondhatom azt, hogy a törvény erejénél fogva kötelező létrehozni. Természetesen Józsa Csaba polgármester úrral már többször beszéltünk, alpolgármester asszony is jelen volt, arról, hogy elég furcsán jön neki a jövőre nézve, hogy közösen építjük majd meg a szennyvíztisztítót, átvállaljuk a versegi hatósági ügyek intézését, ugyanakkor pereskedünk tovább egymással, még nem tudom meddig. És úgy beszéltük, igaz, eddig csak szóban, hogy jövő hét folyamán mindenféleképpen leülünk. Ugye két perünk van jelenleg folyamatban, az egyik az iskolatársulási per, amiben már tulajdonképpen megszületett a bírósági ítélet, ezt már meg is kaptam, ez 50-valahány millió, ja, bocsánat, a polgármester asszonyom ki is számolta, tehát tulajdonképpen a bírósági ítélet az kötelezi verseget, hogy fizessen meg Kartalnak 56.729.672 forintot, meg benne van az ítéletben, hogy ekkortól, akkortól milyen összeg utáni kamatot, és a polgármester asszony kiszámolta nekem, tehát csak az iskola társulásból versek tartozik nekünk 76.913.114 forinttal. Azon kívül van még egy perünk, ami igencsak, hogy mondjam, lassan már nagykorúvá válik, az első szennyvízberuházásból eredően az olajtervvel kapcsolatban van valami per, hogy talán valahogy jogtalanul vettek igénybe áfát, amit vissza kellett volna utalni Kartalra. Ennek a jelenlegi, hogy hogy áll a bíróságon, annyit tudok, hogy a törvényszék, úgy szoktuk mondani, hogy visszadobta, tehát visszautalta a elsőfokú eljárását, tehát tulajdonképpen ez a per újra kezdődik egy új bírónál, vagy lehet, hogy annál a bírónál, aki eddig csinálta, de éppen megállapítottuk Józsa Csaba úrral és Jegyző asszonnyal, hogy nem létezik már az a szakértő és az a bíróság, aki ezen el tud igazodni. És tulajdonképpen a kérdésedre válaszolva, tehát Józsa Csaba úrral úgy egyeztünk meg, hogy legkésőbb a jövő hét folyamán, mert azt mondta ő is, hogy természetes, hogy ne pereskedjünk, mert nincs értelme. Tehát leülnénk polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzőasszonyok, és mind a két önkormányzatnak van ugye jogi képviselője, nekünk a Réti ügyvéd úr, nekik a Tápai Erzsébet ügyvédnő, le fogunk ülni együtt, és ezt a két pert ugye rögzítjük, hogy verseg mennyivel tartozik nekünk, és egy megállapodást próbálunk összehozni, hogy milyen ütemezésbe vállalják, hogy megfizessék ezt a tartozást.
Azt tudjuk, szerintem ti is tudjátok, hogy Verseg nagyon nehéz anyagi helyzetben van, tehát azt mondta is a polgármester úr, hogy azért ne várjuk, hogy mondjuk pár hónapon belül letesz nekünk mondjuk 20 milliót, de mindenféleképpen egy ütemezésbe meg kell állapodnunk, és tulajdonképpen utána ezt a megállapodást természetesen a testület elé hozzuk, Józsa úr és én is a kartali testület elé, és amennyiben a testület egyetért vele, akkor van egy olyan jogi megoldás, hogy a két jogi képviselő ezt a megállapodást úgymond benyújtja a bíróságra, és kéri, hogy a bíróság ezt a megállapodást, ezt az egyességet hagyja jóvá, és ugye egy bíróság által jóváhagyott egyesség úgy tekintendő, mint egy jogerős ítélet, és utána, ha mégsem fizetne Verseg, akkor indíthatnánk a végrehajtást. De én bízom abban, hogy Verseg is majd kilábal valahogy ebből a nehéz helyzetből, és akkor nem pereskednénk, és egyszer valamikor visszakapnánk a pénzt. Tehát ez a válasz tulajdonképpen arra, hogy tulajdonképpen ezt a kettő ügyet most nem tudjuk összemosni, de én azt gondolom, hogy a két település kapcsolata pozitív irányban alakul, már azáltal is, hogy jegyzőasszonyunk, Versegen is jegyzőasszony, és Józsa úr tényleg mondhatom azt, hogy minden esetben megköszöni minden segítségünket, és teljesen bízik bennünk, és én azt gondolom, hogy ez a korrekt együttműködés a jövőben is fenn fog maradni. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és annyit szeretnék kérni ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy először ez a megállapodás kerüljön papírra, és majd csak utána a közös hivatali megállapodás? Azért nem lehet, mert hogy ennyire szorít minket az idő. Higgyétek el, hogy nem időhúzásból van az, hogy ma tartunk testületülést, és előtte egy órával pénzügyit, de azért most nem akarom itt magyarázni a bizonyítványunkat, ennyi anyagot elkészíteni, és emellett még sok-sok minden van. Tehát az a lényeg, hogy ennek a közös hivatalnak, hogy mind a két testület megszavazta, ennek december 11-ére a kormányhivatalnál kell lenni, mert ahogy mondtam, a választásoktól számított 60 napos törvényi határidő akkor telik le. És szerintem jobb, ha úgymond betartjuk a törvényt, mint hogyha utasítanak minket arra, hogy már pedig ezt meg kell lépni. Bognár képviselő úr. Köszönöm. Hát az elmúlt éveknek a keserű tapasztalatai alapján megfogalmazódott bennem egy-két javaslat. Most nem tudom, hogyha egyrészt kötelező jellegű ránk erőltetett vagy kényszerített döntésről van szó, akkor ezzel ki lehet egészíteni. De én mindenféleképpen javasolnám azt, mert van olyan pontja is, hogy a közös költségeket ugye folyó 10-ig Verseg átutalja kartal számlájára. Hát én azt javasolnám, hogy vegyük bele, hogy amennyiben folyóhú 10-ig ez nem történik meg, 30 napos türelmi idő után mondjuk fel a szerződést. Segíteni a hanyadik oldalon van ez? De akkor megint a költség. Ja igen, itt ez a bizonyos harmadik pont, ugye? Igen. Hogy a képviselő testületek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a második pontban meghatározott módon megállapított költség hozzájárulásaikat a közös önkormányzati hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő részletben előre minden hónap 10. napjáig. A számla megnevezése kartali közös önkormányzati hivatal fizetési számla. Mert az előbb említett tartozások lényegében úgy halmozódtak fel, hogy amikor 2007. szeptember 1-ével ugye megindult a közös intézmény fenntartás, az óvodát meg az iskolát érintve, egy-két hónapig volt fizetési szándék, meg tényleges gyakorlat is, viszont onnantól kezdve semmilyen forrás nem érkezett a kartali számlára, viszont mi a szolgáltatást azt meg egyértelműen biztosítottuk a mai napig is, és ilyen következményekkel járhat, hogyha valamilyen biztonsági féket vagy rendszert nem építünk be. Csak mondom, a jogi hátterével nem vagyok teljesen tisztában. Melyik hölgynek adjam meg a szót? Jegyzőasszonynak először.
jegyzőasszony. Azt szeretném javasolni, hogy felmondani nem tudjuk így 30 napon belül, mert ha most a testület elfogadja ezt a megállapodást, akkor erre a választási ciklusra fog szólni. Inkább azzal kellene kiegészíteni, hogy jogosultak vagyunk inkasszó benyújtására. És azért az is egy elég kemény. Ugyanezt akartam mondani, felhatalmazó levelet kell, és abban a pillanatban a kartali önkormányzat le tudja a számláról emelni, bár mondjuk felvetődött bennem az a kérdés, hogy ez a kartali közös önkormányzati hivatal fizetési számlája, az a mi számlánk lesz. A mi számlánk. De ha nem érkezik, Isten igazából nem kell fizetni, de erre beérkezik. Tehát ezt az állam minden hónap elején finanszírozza. 100%-osan szinte le van fedve a munkabér, az adók, stb. Ez be fog érkezni, és itt meg is van nevezve, hogy számla megnevezése kartali közös önkormányzati hivatal fizetési számlája. Itt be lesz jelentve a polgármester asszony, jegyző, egyéb rendelkezők a számla felett. Tehát ez a mi számlánk lesz. Tehát a saját számlánkról versek pénzét úgy vesszük le, hogy mi szeretnénk. Tehát még felhatalmazó levél sem kell hozzá. Ez Klária többletről szól, hogy a két testület arra vállal kötelezettséget, hogyha a hivatalra nyújtott állami hozzájárulás nem fedezi a fenntartását a hivatalnak, akkor az esetleges kiegészítést átutalják minden hónapban előre, minden hónap 10. napjáig. Ki fog rendelkezni a számla fölött? Hát a önkormányzati hivatal számlája fölött ott mi rendelkezünk. Tehát itt a önkormányzati hivatal fizetési számla felett, tehát akkor aláíró van, de a kartali költségvetési számla fölött itt csak kartal, a versegi fölött meg csak verseg. Jó. Tehát ahol igen, mert az egyéb támogatást kapja. Bocsánat, van egy olyan kitétel is, hogy ugye a megállapodó képviselőtestületek kijelentik, hogy ugye a hivatal működési költségeinek felsorolva, vagy mik, fedezetét elsősorban az állami támogatás biztosítja, illetve az állami támogatás feletti költségeket a megállapodó önkormányzatok anyagi teherbírásuknak megfelelően százalékos arányban fedezik az alábbiak szerint kartal versek tényanyag alapján, nyilván a lakosság szám alapján. Nem. Nem? Nem. Itt az előterjesztésben benne van, hogy ezt általában lakosság szám alapján szokták megállapítani, de pontosan a korábbi keserves tapasztalatainkra tekintettel úgy beszéltük meg a pénzügyi iroda vezetőjével, hogy a mindig pontosan kimutatható tényadatokat, meg hát a PER tapasztalataiból, ugye, mert van a hátunk mögött több minden tapasztalat is, hogy ezeket a tényadatok alapján fogjuk kérni a többletköltségeket, ha lesz. De az előzetes számítások alapján a hivatali működést az állami támogatás fedezi. Hogy én azt javasolnám, hogy ezzel az inkasszóval egészítsük ki, és az szerintem elég nagy biztonság. Igen. Na, melyik őtök? Nyugodtan, Mónika. Gyöngy Mónika. Köszönöm. Nekem még annyi felvetésem lenne, és tényleg azt gondolom, hogyha itt a két település között van egy együttműködés, és egy tegyük félre a múltat kezdetű szándék, akkor, és ha már kiegészítjük amúgy is ezt a megállapodást, egyébként nem biztos, hogy felvetettem volna, de ha már kiegészítjük, akkor én arra is gondoltam, hogy a 10. pont második, tehát a római tízesen belül a második pontot, ahol a hatályba lépésről rendelkezünk, akkor akár azzal a kikötéssel is elfogadhatnánk, hogy a hatályba lépésnek nem csak a képviselőtestületek általi elfogadása, hanem mondjuk, mivel ugye január 1-én lépne hatályba ez a megállapodás, tehát azért addig van még majdnem egy hónapunk, esetleg még hatályba lépési feltételül ennek a perekre vonatkozó jogcím és összegszerűséget elismerő megállapodás létrejöttét nem tudjuk hozzátenni. És akkor gyakorlatilag kilőttük azt, hogy nem húztuk az időt. Az nem lehet előfeltételelni. Beletehetjük, de a kormányhivatal törvényesség észrevételt fog tenni, szerintem. Én is úgy gondolom. De ebben nem kérünk semmi törvénytelent. Tehát annyit csak, hogy ismerjék el azt, ami... De nincs bírósági végzés, tehát így, hát, ő nem is... A megállapodás. Ilyen. A megállapodás. Igen, azok alapja. Tehát ha már volt egy ilyen szóbeli ígéret, akkor szerintem... Ha vállalja, akkor vállalja. Nem vagyok benne biztos, hogy ebben a kérdésben verseg elutasító lenne. A kartal azért tett biztos egy elég nagy támogatnám, meg fogja is támogatni, hiszen határozott ígérete van.
De szerintem, ha ilyen kikötést teszünk, akkor itt fogunk jelzést kapni, hogy túl terjeszkedtünk. Értem. A jogszabály keretén. Értem. Esetleg azt lehetne kérni, hogy polgármester úr jöjjön el, és majd akár egy rendkívüli testületi ülés keretében tájékoztasson bennünket, illetve előttünk is mondja azt, amit ti már amúgy is megbeszéltetek, hogy ő erre kifelezettséget. Nem, ez van. Úgy fog működni, ahogy az előbb mondtam, hogy már a jövő héten le fogunk ülni, ahogy mondtam, polgármesterek, ügyvédek, jegyzőasszony, és ezt a megállapodást, ezt szigorúan megírjuk jövő hét folyamán. Én végül is, amit Mónika mondott, én nem mondom, hogy ne vegyük bele, belevehetjük, de a kormányhivatal szerintem észrevételezi, és akkor újra foglalkozhatunk vele, hogy vegyük ki belőle. Mert ez a kettő nem lehet feltétele egymásnak. Igen, nem szabhatunk ilyen feltételt. Igen, az éppen... Kizárja valamilyen jogszabály? Tessék? Kizárja valamilyen jogszabály? Hát az önkormányzati törvény szabályozza a pontos tartalmát. Értem. Azért kérdeztem rá én is az előbb, hogy ilyen garanciákat belevehetünk-e, mert hogyha kötelez minket az önkormányzati törvény, hogy ezt hozzuk létre, akkor tényleg a mozgástér is viszonylag szűkebb, de azért... Szűk a mozgástér, így van, de az inkasszó szerintem belefér. Persze. Hát én akkor... Klári, mint csak szerintem? Annyival szerettem volna kiegészíteni, hogy az elmúlt hetek eseményeit figyelve, tehát a József Csaba polgármester úrtól teljes mértékű együttműködést lehetett észrevenni, tehát teljesen nyitott karttal felé. Tisztában van vele, hogy kell is nyitni a karttal felé. Egyrészt a szennyvíztisztító telep beruházás megvalósítása miatt, másrészt tisztában van azzal, hogy a következő választásig közös hivatalt kell létrehozni a karttalra, illetve nagyrészt szakmailag is támaszkodik karttalnak a segítségére. Tehát minden szempontból hozzánk kötődik. Az együttműködés a részéről az teljesen nyilvánvaló volt, illetve több alkalommal is egyértelműen jelezte, hogy pontosan ezért az együttműködés, jó kapcsolat fenntartása érdekében ő is tudja azt, hogy ezeket a pereket meg kell szüntetni, és törekedni kell a peren kívüli megegyezésre. Igen. És bocsáss meg, hogy jó. A szabadba vágtam. Nem is a József Csaba polgármester úrtól tartok, de nyilván az ő egyszemélyű döntése sem lesz elég, hanem neki is el kell fogadtatni ezt a felvetését, persze, vagy javaslatát az ottani képviselőtestülettel. Azt pedig nem tudjuk, hogy a versegi képviselőtestülethez hogy fog hozzáállni. Tehát én is azt gondolom, hogy a polgármester részéről egy egyértelmű közeledést tapasztalhatunk. Nyilvánvaló, hogy a képviselőtestület versegen el fogja fogadni azt, ami nekik jó, ez nekik jó, tehát nem csodálom, hogy ezt elfogadják. Én csak ezek után csak bízni tudok akkor abban, hogy akkor a peres ügyek vonatkozásában is honorálni fogják a gesztust. Érdekük, hogy jó kapcsolat legyen nekik a továbbiakban is, tehát valahol muszáj lesz honorálniuk. Nem merem a tévébe mondani. Tehát ezt a hivatalt karttal fogja továbbvinni versek. Karttal közös hivatala lesz. Tehát nekik mindenképpen érdekük, hogy ezt a kapcsolatot fenntartsák. Tehát az ő életük úgymond meg lesz bénítva, hogyha karttal nem úgy áll hozzá. Már bocsánat, hogy így mondom. Köszönöm. Kalcsó képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Hát először is megkérdezni, van nekünk egy jogi képviselőnk, aki tudtommal mindig fizetés alatt van, miért nincs itt? Hiányolom. Itt ötletelünk különböző dolgokon is, akkor hogy vagy jó lesz, vagy nem jó. A másik, nekem semmi gondom nincs az új versegi testülettel, mert biztos jó szándékú emberek, de az előző testület, amit itt nekünk csinált kontót, körülbelül majdnem 100 millió, 76 millió körül van, amit a Klári kiszámolt, amit már bírósági végzés van vele, és még ezek közül, én a biztosítékot nem látom, hogy itt, ha karttal verseg közös önkormányzat lesz, majd zárszámadástól kezdve költségvetés, ott van egyik oldalon, ha elolvasod, hogy ezt közösen fogjuk véghez vinni. Gyakorlatilag ki fogja nekünk ezt a pénzt? Magunktól fogjuk jövőre majd kérni, hogy a karttal versek, hogy adja meg ezt a pénzt. Én addig még biztosítékot nem látok, akár a versegi testület részéről, a karttali testületről és valamilyen hivatalos szervről gondolok itt a kormányról, én addig ezt a részt, én magam részéről, én elzárkózok mindenfajta beszélgetésről.
Mónika? Pedig nem érdekel, hogy garanciát adjon. De a képviselőtestület nem fog tudni garanciát adni, nyilván Kartali képviselőtestületnek milyen alapon adnak garanciát. Ha Verseki képviselőtestülettől nem tudsz garanciát kérni, akkor majd meg nem fog garanciát adni, mert azt mondja, hogy ha nem fogadjátok el, akkor majd kijelöllek benneteket. Nem fog garanciát adni neked erre senki. Mónika, de ezen a papírra, ami elő van terjesztve, ez nincs rajta, hogy kötelező. A végén sor az van rajta, amennyiben a két testület megegyezik. Aszóddal pereskednek, kit fognak kijelölni szerinted? De pont ebben a témában pereskedünk. Jó, hát most én a magam részéről én elzárkózom, addig még komoly garanciát nem látok, én a Kartali emberek érdekét akarom védeni. Később belemegyünk olyan dolog, hogy megéltem ma 24 év alatt, hogy ez volt a garancia, az végig nem lett belőle semmi. Én a magam részéről ezzel a garanciákkal, meg ráadásul úgy, hogy még fordítva is ülünk a lovon, először társulunk, és utána lesznek majd a testületi garanciák hozzá téve, ha lesznek. És ha nem írjál, akkor mit mondasz? Lehúzod az 5 évet úgy, hogy aláírtad, és akkor majd bánatokat összünk. Igen, végig volt. Itt csak annyi a garancia, hogy előzetesen annyit számoltak, hogy az állami támogatás részéből kivitelezhető a feladat. Jó, legyen úgy. De én ezt nem látom. Egyéb vélemény? Tessék, garanciát nem tudunk arra kapni, hogy fizetni is fog Versek. Tehát egyedül ugye ezt a nyilatkozatot, ez a bírói segítségi, milyen? Együtt, egyesség, hát bírói egyessége a bíróság előtt lehet megkötni, de maga garanciát arra, hogy meg is kapjuk a pénzt, arra nem fog tudni adni se a kormányhivatal, se a állam, se a kormány, senki nem fog, sem Versek. Csak abban a pillanatban, amikor segítsetek nekem, hogyha ugye bírói egyesség van, akkor ez már egy kötelezettség, már peren kívül, tehát ezt már meg tudja igényelni idézőjelben az önhikivel Versek. Tehát igen, már így esély van arra, hogy jövő évben már ezt meg tudja ítélni. De hogy senki nem fog nekünk garanciát vállalni, és nem is tud. Tehát, hogyha logikusan belegondolunk, a kormánynak nem célja az államnak, hogy most garanciát, vagy a kormányhivatalnak garanciát vállaljon egy másik önkormányzatnak a tartozásáért. Tehát itt most ez az elsődleges célunk az, hogy legyen egy bírói egyesség. Ez a per szűnjön meg, ezzel Versek elismerje a tartozását. Innentől kezdve később már, ha bírói egyesség van, ezt már bíróságon nem tudja megtámadni, és akkor a következő lépés az, hogy akkor pénzügyileg kezdjünk el gondolkozni, meg kezdjen el Versek is gondolkozni, hogy akkor jövőre az önhikivel ezt kérje meg, annyival nagyobb összeget kérje meg, és akkor nézzük meg, hogy részletekben hogy tudja ezt nekünk visszafizetni. Én nem ezt mondtam, akkor az egyoldalú ura mondta. Egyezzük meg, az a semmi gond nincs a megegyezése. Azzal, hogy előbírjuk a papírt, még egyesség van. Még az a gondom. És inkább előszakoljon, hogy bennünket a kormány, vagy kötelezze az, hogy legyen a közös, mint azt mondjuk önként, hogy beletesszük a békjóba a fejünket, és utána még majd nem bírunk vele kibújni. Én nekem ebben van az agályom. És akkor mi lenne, ha visszatérnénk az eredeti felvetésemre, hogy beletennénk azt az áradékot a hatályba lépéshez, amit felvetettem itt a perekkel kapcsolatos megállapodásra, és legrosszabb esetben a kormányhivatal azt fogja jelezni, hogy ezt húzzuk ki belőle. Addig esetleg még létre is jöhet egyébként is a megállapodás. Ha meg a kormányhivatal a fejünkre koppint, addigra meg már megkötöttük amúgy is a megállapodást, tehát boldogan kivesszük ebből a megállapodásból azt, ami már amúgy is létrejött. Nem jelenleg ez versenynek kötelező, mert 2000 alatti a lélekszáma. Még előre menekülünk attól, hogy rá ne koppintson a kormányhivatal a fejünkre. Tehát igaza van a Mónikának abban, hogy tényleg tegyük bele, nyerünk időt vele, és az alatt pedig meg lehet egyezni akár a két testületnek egymással, vagy valami akármit aláírni, hogy tényleg van bennük egyfajta hajlandóság. Az sem biztos, hogy karácsony előtt foglalkozik vele a kormányhivatal. Jövő évig meg ennek létre kell jönnie. Alpolgármester ezt? Ja, a kormányhivatal biztos, hogy bele fog ebbe az kötni. Isten igazából szerintem olyan sok időt nem fogunk tudni nyerni, viszont azt meg tudjuk csinálni, hogy akkor erről napirendről nem döntünk most. Elhalasszuk, felkérjük Versek polgármesterét, hívja össze a testületet, csináljon egy rendkívüli ülést, döntsenek, történjen meg minél hamarabb egyik napról a másikra a döntés, aztán üljünk le, beszéljük át, hogy mi az a tartozás, és akkor 11-ig, ha szűken is, tehát lyuklépésbe is, de betartjuk akkor a határidőket.
és akkor megcseréljük a jó. folyamatot, és akkor biztosan tudunk úgy belemenni ebbe a megállapodásba, hogy Verseg részéről történt egy határozat, elfogadták a bírói egyességet, vagyis hát, hogy bírói egyesség lesz majd a jövőben, ahhoz több idő kell, de legalább akkor történt egy írásos megállapodás. Igen. De akkor ezt most nem döntünk, vagy pedig elnapoljuk, vagy pedig olyan feltétellel? Szerintem az áradékot vegyük bele akkor, mert a kormányhivatal holnap tőlem fogja kérni ezt a megállapodást, mert valami miatt nagyon várják, hogy létrejön vagy sem. A törvényesség észrevételt úgyis csak azután küldi, miután a jegyzőkönyvet megküldtük. Tehát az majd valamikor januárban érkezik, vagy februárban, addig meg talán, addigra meg ez a megállapodás meg is születhet. Most gondolkodom, hogy amit Gyöngy Mónika képviselőtársam javasolt, hogy azt hová illesszük be. Én itt a hatályba lépés. Így van, itt a hatodik írom, oldalon. Hogy a hatályba lépésnek további feltétele, hogy a karta a versek közötti peres ügyekben megállapodás szülessen. De úgy kellene, hogy, mert azt írtuk ugye az anyagból, hogy jelen megállapodás a képviselő testületek általi jóváhagyását követően 2015. január 1. napján lép hatályba. Azzal, tehát, hogy a hatályba lépés további feltétele. Igen, a hatályba lépés további feltétele, jó úgy. De ha ma így jóvá hagyjuk, akkor ez január 1-én hatályos. Tehát előtte kellene ide még egy pontot betenni. Akkor lenne ugye a római 10-es pont záró rendelkezések, az marad az első pont. Második pontnak beletennénk, hogy jelen megállapodás, jóváhagyásának feltétele, hogy a két település között folyamatban lévő két peres eljárásban a két település képviselő testületei egyességet hozzanak létre, majd megfogalmazzuk pontosan, most csak így improvizálok. Tehát, hogy a két település képviselő testülete által elfogadott egyességet kössön a két település a két perben eddig a bíróságok által megállapított összegek Verseg általi megfizetésének ütemtervéről. Valahogy így gondolom. Tehát ezt beletennénk második pontnak, és akkor harmadik pont pedig úgy módosulna, hogy jelen megállapodás, a második pont teljesedése, és ugye a testületek általi jóváhagyását követően 2015. január 1. napján, és akkor lenne még ennek a határozatnak az a része, hogy ugye utasítjátok a polgármestert, mint engem, hogy haladéktalanul vegyen fel a Verseg polgármesterével a kapcsolatot, és már a jövő hét folyamán ez a megállapodás szülessen meg, és utána ezt hozzam újra testület elé. Jó. Jó lesz, így érthető? Jó. Jó. Akkor már nem mondom el újra, amit itt nagy nehezen elmondtam, tehát akkor tulajdonképpen a kiküldött anyagot, a most elhangzott kiegészítésekkel, tehát egy, hogy beletesszük a Bognár képviselő úr által javasolt inkasszóra vonatkozó rendelkezést, és beletesszük ezt a bizonyos perekben való megállapodást, legkésőbb ugye jövő héten, hogy ez is feltétele a hatályba lépésnek. Ha így a képviselőtestület elfogadja, akkor kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Jó, akkor úgy látom, Kalcsó Tibor? Nem? Nem. Nem. Tehát a... Hét igen, egy igen. Pénzügyi bizottság. Jaj, Istenem, bocsánat, ezt meg kell tanulnom. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és bocsánat, elnök úr, ismertesse a bizottság
álláspontját. A bizottság megtárgyalta, és 5 igen és 1 nem szavazattal döntést hoztunk. Köszönöm a tájékoztatást, és akkor tulajdonképpen én már nem szavaztatok újra, mert gondolom ez nem változtatott a testület véleményén, tehát akkor megállapítom, hogy 8 igen és 1 nem szavazattal az így most kiegészített előterjesztést a testület elfogadta. Következő napirendi pontunk, Játéksziget napközi otthonos óvoda kérelme. Én ehhez nem fűzök kommentárt, megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse az óvoda kérelmét, és azt, hogy a bizottság milyen döntést javasol a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Igazából, amiről döntés kellett, hogy szülessen, vagy amiről kellett beszélnünk, az a 2 darab hűtőszekrény beszerzése. Kért tőlünk az óvoda. Olvasom végig a... Nem fontos, igen, talán igen. Egyszerűbb és érthetőbb mindenkinek. Jó. Azt mondja, az óvodában orvosi szakvéleményen ellátott, diétás étkeztetésre szoruló gyermekek vannak. Az ANTS szakvéleménye alapján, mivel általános étkeztetésre vagyunk csak alkalmasak, a szülők által behozott, otthon készített ételeket biztosítjuk számukra. Ezeket az ételféleségeket kötelesek vagyunk elkülönített hűtőszekrényben tárolni, és zárt edényben mikrohullámú melegítővel kezelni. 2 darab hűtőszekrény beszerzésére kérek engedélyt. Igazából ez volt a kérelem, ami hozzánk érkezett, és a pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy mivel most a kereteink szűkösek, magyarul nincs pénz az önkormányzatnak, ezért 2015-ös költségvetésbe mindenféleképpen ezt bele fogjuk tenni, és a kérésnek eleget teszünk. A másik fontos pont volt, a karácsonyi ünnepségre csoportonként 30 000 forintot szeretnénk kérni ajándékvásárlás céljából. Ez az összeg költségvetésünkben is tervezve, eddig is külön határozat alapján vásárolhattunk. A pénzügyi bizottság itt a 30 000 forintot 10 000 forintra csökkentette a pénzügyi nehézségekre való tekintettel. És végül is igazából ennyi, mert a pólók az ugye az testvérét a határozat volt, az ennyi. Köszönöm szépen. Tóth Ilko Mihályné óvodavezető asszonytól kérdezném, hogy ez fog-e fennakadást okozni az étkezésben a gyerekeknél? Tehát, hogy a ütőszekrények, hogyha nem lesznek megvéve, akkor lesz ebből probléma? Hát egész éve megoldottuk szabálytalanul, tehát most, hogyha pénz nincsen, akkor szabálytalanul megoldjuk még azt a pár hetet, és akkor jövő évben, amikor pénz rendelkezésre áll, akkor biztosítjuk a szabályos ellátást. Mit értünk szabálytalan alatt? Mert hogy nem tudom. Azt, hogy a gyerekeknek a otthonról behozott ételét nem lehet keverni a közösen elkészített óvodában elkészített ételekkel. Nem lehet együtt tárolni, nem lehet a óvodai evőeszközöket használtatni. Tehát akkor egyszerűsítve, tehát a szülő melegíthető edénybe, zárt edénybe meghozza az otthonról elkészített élelmiszert, azt kötelesek vagyunk elkülönítetten hűteni, majd amikor az étkezés ideje eljön, megmelegíteni, és abból az edényből vagyunk kötelesek a saját evőeszközével megetetni a kisgyerekkel, pontosan azért, mert allergiás, nem keveredhet egyáltalán a többivel, és a maradékát pedig a zárt edénybe eszközöstől, mindenestől hazaviszi. Tehát akkor hűtőbe tároljátok, csak együtt a többi? Az a szabálytalan, tehát az ANTS ezért megbüntethet, viszont ha nincsen pénz, akkor csúsztatunk, és reméljük nem jön az ANTS addig. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés?
Akkor kicsit kiegészíteném a pénzügyi bizottság elnökének a tájékoztatását. Tudnilik, a óvoda kérelmében szerepelt az is, hogy a nyári hónapokban nem részesültek az étkezési utalvány juttatásban, és szeretnék, hogyha ezt megkapnák. Ez az igény tulajdonképpen azt jelenti, hogy az étkezési utalvány összege 8000 forint per hónap, per fő, és ez 34 óvodai dolgozót érint. A pénzügyi bizottság úgy tudom ezt megtárgyalta, és tulajdonképpen a jelenleg hatályos kafetéria szabályzatunk alapján úgy tudom, hogy egyhangulag javasolta a képviselőtestületnek, hogy ezt biztosítsuk az óvoda részére. Úgyhogy akkor én most már, úgyhogy egy kicsit kiegészítettelek, mivel ezek külön-külön kérések, én azt javasolom, hogy akkor szavazzunk témakörönként. Tehát akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a nyári hónapokra az 34 fő részére, az óvodai dolgozók részére havonta 8000 forint összegű étkezési utalványt biztosítsunk, az kész felemeléssel szavazzon. Igen, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag megszavazta az óvodának ezt a kérését. Hát akkor igaz, hogy a pénzügyi bizottság elnöke, meg már óvodavezetőnk... Korrigálhatok, mert a tévedés van a polgármesterasszony, helyesbítenünk kell. Egy hónap. Igen, de havonta hangzott el is, hogyha az marad a határozatban, én lennék a legboldogabb meg a dolgozók, mert az három havit jelenten egy hónap. Hónap. 8000 forint per hónap, per fő. És ez egy hónapról van szó. De havonta. Bocsánat, akkor a nyelvbotlásért. Nem, havonta ez a egy nyári hónap. Azt hiszem az elején mondtam, hogy a nyári szabadság idejére. Igen. Jó. Akkor a következő, ugye a hűtőszekrény, amiben végül is a pénzügyi bizottság is úgy foglalt állást, illetve azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 2015. évi költségvetésünkbe tervezzük be, tehát nem zárkózunk el ezelől a kérés elől, akkor én azt javasolom, hogy hozzunk egy olyan határozatot, hogy a képviselőtestület helyt ad az óvoda igényének, miszerint két hűtőszekrényt vásárolhat, de ezt a 2015 évi költségvetés elfogadását követően. Amennyiben egyetértenek ezzel a határozati javaslattal, akkor kész feltartással jelezzék. Egyhangú, köszönöm szépen. És akkor most igazából itt én úgy tudom, hogy a Mikulás csomagokat az óvoda megoldotta. Mivel, hogy túlmentünk a határidőn, ezért igen. Tehát akkor erről már most úgymond aktualitását veszítette ez a része, és akkor ugye van a következő, amire a 8 csoportra karácsonyi ajándékra kért az óvoda csoportonként 30000 forintot. Ehelyett ugye a pénzügyi bizottság azt javasolja, hogy a 8 csoportra csoportonként 10000 forint összeget biztosítson az önkormányzat az óvoda részére a karácsonyi ajándékok vásárlása céljából. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kész felemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangulag megszavaztuk. Ha még tehetem, kiegészíteném, csak hogy a képviselőtestület is tudja. Tehát a 10000 forint az körülbelül 4 játékra elég, viszont ki fogjuk egészíteni saját munkánkkal és a saját alapítványunknak a bevételével, tehát nem ezt a pár játékot fogja kapni a csoport. Eddig is így csináltuk, de köszönöm. Megkérdezem képviselő társaimat, hogy tartsunk-e egy kis szünetet, vagy bírják még a tempót? Bírjuk. Jó.
Akkor haladunk tovább. A következő napirendi pont a non-profit KFT megalakításáról tájékoztató. Az írásban kiküldött anyag tartalmazza, hogy miért is jó egy önkormányzatnak non-profit KFT-t létrehozni. Aki egy kicsit már úgy megismerte, vagy ismeri a környékbeli városok, nagyobb települések gazdálkodását, vagy hogy milyen intézményeket, illetve cégeket hoztak létre, láthatjuk, hogy Gödöllőn már legalább 20 éve legalább 5 féle non-profit KFT-t hozott létre az önkormányzat, ugyanúgy 60 városában. Lényegében a non-profit KFT létrehozásának az az előnye, hogy az önkormányzat átad feladatokat, például intézményüzemeltetés, intézményeink bérbeadása, beszerzések, ez vonatkozhat akár a irodai eszközök beszerzésén keresztül az élelmiszer beszerzésre, vagy bármire, most például az előbb beszéltünk a hűtőszekrényre, stb. És tulajdonképpen egy jól működő non-profit KFT megbízható felújítási, beruházási munkákkal. Na most összességében ennek az az előnye, hogy a KFT, ha jól csinálja az üzleti kapcsolatait, akkor tulajdonképpen nagykereskedelmi áron tud beszerezni sok mindent, azon kívül sok esetben az áfát visszaigényelheti, míg az önkormányzat, mint végső felhasználó nem igényelheti vissza. Azon kívül a KFT-nek van olyan lehetősége is, hogy tulajdonképpen munkahelyeket teremt, munkanélkülieket foglalkoztat, és ezzel is támogatásban részesülhet. Meg látszik is az előterjesztés aláírásán, hogy ennek az előterjesztésének az elkészítésében nekem Szalainé Dent Zsuzsanna szakértő segített, és szeretném őt megkérni, itt van valahol a teremben, hogy foglaljon itt helyet, és vagy itt, mindegy. Tehát végül is bemutatom a jelenlévőknek Szalainé Dent Zsuzsannát, aki már ilyen KFT-t úgymond a kezdeti lépésektől kezdve megalapított és sikerre vitt, és így most, amit én szóbeli kiegészítésként elmondtam, és amit olvastatok az előterjesztésben, hogyha van Dent Zsuzsannához bármiféle kérdés, akkor azt tegyétek meg, és ő meg fogja válaszolni. Itt folyamatosan felvetődött az elmúlt években például a temetkezés kérdése, ezt nem láttam az anyagban, hogy ez kivitelezhető-e ennek keretében, illetve olvastam olyasmit is, hogy mondjuk magánszemélyeknek segítség földmunkákban, vagy ilyesmi, hogy ez alatt mit kell érteni? Gyakorlatilag a KFT, mivel non-profit közhasznú, KFT közhasznú feladatokat is ellát, és ennek egyik része a lakosságnak nyújtott szolgáltatás, és szeretnék mindenféleképpen a esetlegesen elesett vagy rászorulóknak ezt kiterjeszteni. Azért mindenek előtt hagy köszöntsem már a tisztelt képviselőtestületet, külön köszönteném polgármesterasszonyt, alpolgármesterasszonyt, jegyzőasszonyt, és végül, de nem utolsó sorban a pénzügyi bizottságnak az elnökét. Köszönöm, hogy megtiszteltek, hogy itt lehetek, és ezzel az anyaggal, amit végül is elkészítettünk, hát ebbe 4 éves tapasztalatot, és hát úgymond sikerre vitt KFT-nek, egy általánosságba KFT-nek vitt anyagát vittem bele. Magamról annyit szeretnék mondani, hogy a versenyszférából jövök. Jobbára ilyen milliárdos cégeknél dolgoztam sikerrel, tehát inkább egy kapitalista cégeknél elsősorban. És az a megtiszteltetésért, hogy felkértek egy ilyen KFT-nek a létesítésére. Ez egy nagy kihívás volt, hiszen én ezen a területen nem dolgoztam, és azért
kicsit csúnyán fogalmazva, extrém körülmények között kellett ezt megoldani. És kíváncsi voltam magam is arra, hogy ilyen körülmények között és egy teljesen más üzleti szférában, vagy létre lehet-e hozni egy ilyen társaságot, és lehet-e nyereségesen működtetni. És valójában lehet. Nagyon pontosan, nagyon megalapozottan, nagyon megfontoltan kell létrehozni, átszervezni esetlegesen a működést, és nekem egyik része volt a feladataimnak a közétkeztetésnek az átszervezése. És el kell, hogy mondjam, hogy igen, jó sikerült, rengeteg megtakarítás volt, olyan 20 millió forint megtakarítást eszközöltünk. Gyakorlatilag a szociális étkezés és a speciális étkezés tekintetében ugyanannyiba kerül nálunk, mint a normál étkeztetés, tehát nem tettünk különbséget az árban, és a térítési díjak alatt maradtak az árak. Tehát amit mi beszerzési árként fizettünk, az a térítési díj alatt maradt. Hát ennyit szerettem volna még, és hogyha van esetlegesen az anyaggal kapcsolatban még további kérdés, akkor szívesen válaszolok. Én bocsánat az Évike feltett kérdésére, azt tudom válaszolni, hogy tulajdonképpen, ha úgy dönt a testület, hogy megalapítjuk ezt a non-profit KFT-t, folyamatosan fogjuk átadni a feladatokat. Mert ugye azért meg kell ismerni az itteni intézményeket, az eddigi adatokat, mi mennyibe került, honnan szereztek be létszámadatok, stb. És folyamatosan. Én elsősorban mindenféleképpen elsőként gondolnám a beszerzések átadását, a bérelhető helyiségeink bérbeadásának a átadását a KFT-nek, és folyamatosan a temető fenntartást is, mert ugye az is eléggé rendezetlen, mert önkormányzati tulajdonú, de ezt is ugye majd Den Zsuzsannának meg kell ismerni ahhoz, hogy ő egy javaslatot tudjon tenni, hogy hogy lehetne ezt jobban működtetni, és tulajdonképpen utána folyamatosan, most csak példát, tessék? Igen, tehát például ugye a karbantartási feladatokat át lehet adni, tulajdonképpen az intézmények üzemeltetését, mert tudomásom szerint, hogy tehát még olyanokat is el tud érni ez a KFT, hogy például üzemanyagot olcsóbban tud, szerződést köt egy benzinkutassal, és olcsóbban tudnak mondjuk az önkormányzat autói tankolni, van egy bizonyos tankolási kártya, és akkor, amikor azt a bizonyos keretet úgymond elhasználták az autók, akkor fizetünk, tehát tulajdonképpen elég ilyenek. Az az igazság, hogy számtalan lehetőség van, amit mondjuk ez az anyag teljes terjedelmébe nem tudott most bemutatni, de tulajdonképpen a lényeg az, amit mondtam, hogy egy csomó feladat lekerülne rólunk, és hogy mondjam, ugye az intézmények is most mindennel ugye felénk jönnek, természetes, mi vagyunk a fenntartók. De akkor utána, ugye ha ez a KFT létrejön, akkor lesz ez egy intézményvezetői értekezlet, együtt megbeszéljük, hogy onnantól kezdve például a beszerzés, a karbantartás, bármi, amit átadunk a KFT-nek, utána már az intézményvezetők a KFT felé jelzik az igényeiket, tehát egyrészt rólunk egy csomó teher lemegy, mert bocsánat, polgármesterként hagyj ne foglalkozzak már azzal, hogy mondjuk az iskolába a székek lábán miért nincs műanyagkupak, vagy éppen letörött egy kilincs, tehát minden ilyen úgymond kisebb és nagyobb igénnyel a KFT-hez lehetne fordulni. És tulajdonképpen ez az önkormányzat KFT-je lenne, ugyanúgy természetesen, ahogy egy KFT alapításához nekünk kell biztosítani a törzstőkét, ugye biztosítani kell azt, hogy ezt az ügyvéd elkészítse és bejegyezze, és tulajdonképpen folyamatosan adnánk át a feladatokat, nálunk költségmegtakarítás jelentkezne, a KFT remélhetőleg ugyanúgy, mint az előző, tehát Den Zsuzsa által vezetett non-profit KFT nyereséges lenne, a nyereség az megint a miénk, mert a KFT a miénk.
nem tudom, érthető-e volt így, ahogy elmondtam. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ahhoz, hogy egyáltalán tisztállásunk, én most készítettem egy táblázatsort, ahol teljes egészében kielemzésre kerül majd az önkormányzat eltelt évekbeli tevékenysége. És ezt úgy beszéltük meg polgármester asszonnyal, hogy talán a testület elé fogjuk tárni, és akkor lehet látni, hogy honnan indultunk el, és hova fogunk majd eljutni. Gyakorlatilag, amennyiben a tisztelt testület megszavazza, hogy legyen egy ilyen KFT-je az önkormányzatnak, abban az esetben ez lesz az üzleti tervnek is az alapja. Tehát erre fog majd ráépülni. Így csak nagy általánosságban tudunk beszélni, hogy milyen tevékenységi körök vannak, vagy miket lehet esetlegesen bevonni. Gyakorlatilag az önkormányzat munkájából kivétel a hatósági munkáit, tehát az összes gazdasági feladat ki tud menni a KFT-be. Tehát... Igen, Gyöngy Mónika? Nekem az lenne a kérdésem, hogy tényleg azért, mert ilyet még nem láttam életközelben, hogy hogy működne ennek a létrehozása, mert azt gondolom, hogy az alapján, a tájékoztató alapján, nyilván csak a saját nevemben tudok beszélni, de az a tájékoztató, amit kaptunk, illetve amit ön most elmondott, az rendkívül szimpatikus. De nyilván, hogyha létrehozunk egy KFT-t, akkor annak rendkívül sok megállapodás képezi a hátterét, azon túl, hogy van annak egy létesítő okirata, amiben már sok kérdést leszabályozunk, ugye a működésre vonatkozóan. Kérdezni szeretném, hogy gyakorlatilag jól érzem-e azt, vagy jól látom-e, vagy hogyha nem, akkor kérek szépen helyesbítést, hogy most gyakorlatilag az elvi létrehozásról szavazunk, és majd külön fogunk szavazni. Ez alapján nyilván akkor nekiállnának a papírmunkának és a szerződések elkészítésének, és arról majd külön szavazunk, ahogy majd külön szavazunk a feladatok átadásáról, vagy gyakorlatilag most mindenről kellene egy úttal szavaznunk. Ez nem az egyik kérdésem. A másik, amit rögtön hozzáfűznék még a válasz előtt, hogyha szabad, hogy akkor megköszönném, hogyha egyben kapnék választ, hogy azáltal, hogy a non-profit KFT-t létrehozzuk, és azáltal, hogy oda kiszervezünk meghatározott feladatokat, az önkormányzatnak még ellenőrzési jogosultsága maradna a KFT felett? Tehát kapnánk meghatározott időnként beszámolókat erről, vagy ezt külön kellene kérnünk, ha ilyet szeretnénk? Nem. Egyáltalán, igen, köszönöm. Jó, tehát értem a kérdéseket. Köszönöm. Tehát tulajdonképpen, ha most a testület szűkös, mert végül is ez nem egy bő információ, mert ahogy Den Zsuzsanna mondta, neki ki kell elemezni karttal gazdálkodását, mondjuk 3 évre visszamenőleg, és utána tud javaslatokat tenni, hogy mit lehet másképpen csinálni, és ha másképpen csináljuk, akkor hová jutunk el, mennyi megtakarítást tudunk elérni. Én tulajdonképpen összefoglaltam, hogy tulajdonképpen ma 4 dologba kellene úgymond határozatot hozni, és utána ezt az egészet átadni az ügyvédnek, mert és aztán utána, amikor összeáll az alapító okirat, akkor visszahozzuk a testület elé, mert tulajdonképpen most úgynevezett TEAOR, ezt te tudod, hogy mit jelent, tehát a tevékenységek jegyzékén végig kell menni, ezt most hagyna a testület csinálja, és belevenni a KFT tevékenységi körébe minden olyat, hogy később, akár most mondom azt, hogy utat építünk, és azt mondom, hogy ezt a feladatot, vagy azt mondjuk, hogy tehát mindig egy külön szerződéssel fogjuk átadni a KFT-nek egy-egy feladatot. Az mindig a testület elébe fog jönni. Tehát most az alapító okiratánál bele kellene venni minden olyan tevékenységi kört, hogy később, ha jön az, hogy most éppen, amit mondtam, hogy aszfaltozni akarunk egy utat, akkor arra külön készítünk egy szerződést a KFT-vel, azt a testület jóvá hagyja, és utána azt már a KFT csináltatja meg azt az útaszfaltozást. Én most azt gondolom, hogy tulajdonképpen ha a testület egyetért vele, akkor dönteni kéne arról, hogy igen, van szándéka a testületnek, ilyen elnevezéssel, ilyen székhelyjel, ekkora törzstőkével non-profit KFT-t alapítani, megbíznánk az ügyvédet, hogy készítse el az alapító okiratot, és az még visszakerülne ide, és amikor teljesen az ugye a testület által el van fogadva, utána kerülne a cégbírósághoz bejegyzésre. De viszont ahhoz, hogy
a ügyvéd, jelenleg ugye a dr. Réti István az ügyvédünk, még a felmondás idejében belefér ez a munka. Ugye ahhoz, hogy ő meg tudja csinálni az alapító okiratot, dönteni kell arról is, hogy ki lesz az ügyvezető, annak a díjazásáról is. Azon kívül non-profit Kft-nél három főből álló felügyelőbizottságot kell választani, tehát meg kell választani a felügyelőbizottság tagjait, és kell egy könyvvizsgáló. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, ha ebben a négy témakörben ma a testület tud dönteni, akkor el tud indulni magának a Kft. Alapító okiratának a készítése. És utána az visszakerülne, és amennyiben a testület úgy elfogadja, akkor kerülne a cégbírósághoz benyújtásra. Csaba? Én azt szeretném kérdezni, hogy hát ezek a döntések, ez azt jelenti, hogy akkor elindítjuk tulajdonképpen a Kft-t. Nem lehetne ezt a döntést elodázni úgy, hogy azzal az anyaggal Zsuzsanna, amit mondott, amit látnak, egy kicsit számszerűleg jobban látnak ezeket a dolgokat, hogy azután döntenék, akár jövő héten is még egyszer összeülve. Tehát én nekem is sok minden olyasmi nem tiszta számszerűleg, mint például ugye ezek a rendszeresen felmerülő kiadások. Miből van bevétel a Kft-nek? Tehát miből termel plusz bevétel, az sem tiszta így most. Igen, pontosan egy ábra, ami sajnos kimaradt az anyagból, és ez jó lett volna, hogyha benne van, hogy gyakorlatilag van a közhasznú feladatok ellátásából, van az intézményüzemeltetésből és a beruházásokból. Ez most egy nagy általánosságban van. Na most gyakorlatilag itt azt érdemes tudni, hogy az önkormányzatnál marad a költséghatékonyságból megtérülő, tehát ami megmarad gyakorlatilag, és a Kft-nél pedig képződik egy bevétel, amit részben finanszíroz az önkormányzat, részben pedig esetlegesen a beszerzésekből, vagy a beruházásokból, a kedvező beszerzésekből adódik az. Adódik ez, bocsánat, igen. Igen, és akkor benne is van a válasz a következő kérdésemben, hogy ugye ezekben a rendszeresen felmerülő kiadásokban, hogyha ugye a Kft. Nem termel többletet, akkor ez az önkormányzat feladata, kipóta akár ugye fizetések, vagy intézmény működtetése, stb. Tehát tulajdonképpen ezt akkor nekünk kell fizetni, tehát a Kft.-nek nincs plusz bevétele, ami a Kft.-nek fedezi. Onnan származik, hogy kedvező beszerzéseket kell eszközölnie. Tehát... Ezt értem, ami állami támogatást kapunk, avval úgy gazdálkodni, hogy maradjon, gondolom, nem, itt a dologi beszerzéseknél is esetlegesen. Így van. Tehát például most az irodaszer beszerzésnél 7% bónusz kedvezményt adnak a legkedvezőbb árhoz képest. Tehát ilyenekre gondolok én, és ezek azok, amik gyakorlatilag adják majd a bevételét. Így van. Ezeket is egyébként meg szoktuk osztani az önkormányzat, illetve a Kft. Között, mondjuk 3,5-3,5%-ban. És ez még annyit szerettem volna az előbb képviselőasszonynak mondani, hogy van egy alapító okirat, és az alapító okiratban gyakorlatilag kell egy elfogadó nyilatkozat a 3 FB tagnak, illetve az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak. A könyvvizsgálónak feltétlenül jó, hogyha van, mert azért egy nagyon jó számvitelesnek kell, hogy döntsön abban, hogy esetlegesen a támogatásokat hova soroljuk be. És meg egyébként is fontos, hogy valaki úgy aláírja a beszámolót, az éves beszámolót, hogy az a számviteli törvénynek megfelelő legyen. Na most a társaságnak a legfőbb felügyeleti szerve az a felügyelőbizottság. Természetesen tulajdonos a testület és az önkormányzat, és a felügyelőbizottság két havonta általában egy ilyen eredményességi megbeszélést tartunk, és az továbbítja a testület felé. Tehát ez körül így elfel, ez körülbelül, hogy kik, akik ellenőrzik, és ki az önkormányzat, hogy... Akkor a könyvvizsgáló, jól értem, hogy nem kötelező? Csak javasol? Nem kötelező, de ragaszkodunk hozzá, hogy meglegyen. Mert megéri azt a pár százezer forintot, hogy biztonsággal le tudjuk adni a beszámolót.
ugyanis akár az ÁFA visszaigényléseknél, akár a közszolgálati feladatoknál, a támogatások lehívásánál fontos annak megítélése, hogy hova soroljuk be. Nem mindegy, és ezt viszont ő tudja megmondani pontosan. Nem nagyon, nem nagyon. Annyit szeretnék kérdezni, hogy ugye az előbb nem tudtunk hűtőket venni, és most itt törzstőkéről beszélünk, hogy egy törzstőke az alap, hogy erre tudjunk indulni egyrészt. Másrészt én azért a pénzügybizottság itt ezt szerintem tárgyalta, és ezért csúsztunk egy kicsit, hogy nem tárgyaltunk. Erre már nem jutott idő. Annyira csúsztunk, igen, ezt azért mondom, hogy én azt mondom, hogy ez a egyszerű most felmerülő kiadások konkretizáljuk már, hogy mennyivel tudunk elindulni. Erre vagy te is kíváncsi. Tehát az nincs egyszerűen az az alapítás költsége, természetesen akkor a törzstőke költsége gyakorlatilag. Tehát ezek az egyszer utána, meg már mennek ezek a folyamatok. Jó, rendben, ez egy számos. Hát amennyire Vigvéd úr megcsinálja. Jó, és a törzstőke? Hát a törzstőke az minimum 3 millió, ugye KFT-t annyival lehet alapítani. 10.000 forintokról beszéltünk. Igen, azért van, hogy ezt nem számítunk, nem látjuk, addig nem lehet. De megint ott vagyunk, hogy ez megint januárra csúszik át. Illetve hát azt a beszámolót azt megnéznénk, amit a Zsuzsanna készített. Nem, mert én tudomásom szerint úgy van, segíts Mónika, te is jogász vagy, hogy az ügyvezető nyilatkozik, hogy a törzstőke, vagy ez csak a nem pénzbeli törzstőkénél van? Úgy van, hogy az ügyvezető ugye nyilatkozhat arról, hogy házi pénztárban elhelyezte a törzstőkének az összegét, viszont a jelenlegi szabályozás szerint a bejegyzést aztán, amit ott 8 napon belül ezt pénzintézetnél el kell helyezni. Persze, bankszámlára kell tenni. Arra van lehetőség, most ezt nem tudom, hogy a non-profit KFT esetében is engedi a jogszabály, vagy csak egyébként a gazdasági társaságok esetében, hogy bár 3 millió forinttal alakítanánk meg a társaságot, most hagyd nevezzem így, ezt meg is határozzuk, hogy 3 millióval megalakul, viszont az összeget a későbbiekben bocsátjuk csak rendelkezésre. Csak ugye ennek az a háttere, még egyszer mondom, hogy csak általánosságban beszélek a gazdasági társaságokról, hogy mindaddig, amíg a teljes törzstőkének az összege nincs rendelkezésre bocsátva, addig ugye mögöttes felelősséggel a tagok a saját vagyonukkal is felelnek a cégnek a működéséért. Tehát az meg nyilván, azok, ha KFT-t létrehozzuk, így van, akkor nyilván a korlátolt felelősség mellett nem szeretne az önkormányzat egy teljes vagyoni felelősséget bevállalni, mert akkor megint miért hoztuk létre. Egyébként a KFT ügyvezetője és a felügyelőbizottsági tagok teljes vagyonukkal felelnek a KFT működésért. Tehát ez korán sem ment. Ez egy nagyon nagy felelősséget jelent. Ez a non-profit jellegéből adódóan? Meg a közhasznú jellegéből, közpénz felhasználásra. Tehát a felügyelőbizottsági tagok és az ügyvezető. Igen, igen. Igen. Köszönöm. Bognár képviselő úr. Köszönöm. Én korábban elsősorban a KFT tervezett bevételeinek a forrását vettem górcső alá. Itt ilyenek vannak, hogy személyszállítás, térítés ellenében orvoslátogatás, vásárlás, beszerzések, gyógyszervásárlás, kedvezményes tűzifarendelés, lakosságnak végzett munkálatok. Hát a közel 12 éves önkormányzati tapasztalatom az, hogy sajnos erre fizetőképes kereslet nem lesz, illetve rászorulók lennének, de szerintem az ő esetükben, amennyiben meg tudnánk oldani, sokkal szerencsésebb lenne szociális alapon biztosítani, de szerintem ebből jelentős bevételt nem remélhetünk. Bocsánat, ez nem is arra vonatkozott. Ez egy közszolgálati feladat, ami inkább egy szociális jellegen alapul. Hogy gyakorlatilag a KFT-nek vannak ilyen kötelezettségei a lakosság felé. Tehát ez a térítés jelent, ez egy minimális térítést jelent, ami gyakorlatilag csak az önköltséget jelenteni, hogyha mondjuk egy beteget beszállítanánk az orvosra. Ez nem egy lényegre törő, csak ez azt mutatja be, hogy a KFT közszolgálati tevékenység keretében a lakosságnak ilyen szolgáltatásokat is nyújthat. Az elvvel egyet írtak, igen. Igen, de nem ez a fő bevétel. Nem ebből lesz csak a nagy nyeresség. Természetesen.
A beszerzéseknél a lényeg az, hogy egyfajta volumen legyen, tehát legyen mire tárgyalni, mert nyilván ahhoz lehet a legkedvezőbb árat és a legnagyobb bónuszt megszerezni. És itt akár a étkeztetéseknél, az alapanyag beszerzésnél, ott is rendkívül jó szállítási szerződéseket lehet kialkudni. Korábban volt olyan, hogy 17-18 szerződő partner volt, ezt 3-4-re lehet leredukálni, és akkor ez gyakorlat lefedi az egész élelmezési beszerzésnek a területét. Tehát ilyenekre gondolunk itt elsősorban, hogyha az, sajnos az ábra az kimaradt, és ez jó lett volna szemléltetni. Igen. Jó, láttam. Először Tibi kért szót. Köszönöm. Gyakorlatilag nem egy ördögtől való félelem, ez amit a hölgy is fölvázolt. Nyilvánvaló egy kézben jobban, meg gazdaságosabban lehet működtetni mindent. De itt egyetlen egy probléma van, a tőkeinekció. Ennek az indulása az azért, még hogy kiforogja, illetve úgymond öntfönntartó legyen, el kell tenni majdnem egy évnek, gondolom én. Mert egy fél év alatt az nem fogja visszahozni, de a indulásnál már legalább több millió forint, mert 3 millió minimum a megalakítás, az a 3-4 vezetőnek a fix fizetése, meg a mozataim, azt fizetni kell. Itt legalább 5 millió, 10 millió környékével csak indulásnál van. Nem kerül felhasználásra tőke, természetesen. Akkor már régen baj nem van, ha hozzá. De nem az a baj, hogyha betesszük a fiókba, akkor nem mi. Nem nyugatunk hozzá, az a baj. Az a három, mindenki nincs rá, az kéznék. Én csak annyit szerettem volna itt említeni, hogy és én azon lepődtem meg, nem azon, hogy ez előjött, mert ezt nagyon sokszor beszéltük már, hogy kellene, hanem én mindig azt gondoltam, hogy önkormányzati dolgozókból, itt mi embereinkből valahogy átcsoportosítással, tehát soha nem gondoltam, és én ezért lepődtem meg most, tehát nem gondoltam, hogy külsős felkéréssel. Ez meg nem fordult a fejemben. Jó, hogy tanácsot kérünk, de most, ha jól értem, akkor gondolom, hogy ha már valaki kidolgoz valamit, akkor ott valami szerepe lenne a későbbiekben is, hiszen neki van tapasztalata. Tehát én magát a helyzetet nem valahogy nem is gondolkodtam rajta talán, de nem is így képzeltem el. Hát ez tulajdonképpen, ahogy mondtam, az önkormányzatnak egy cége lenne. Csak most nem, mit tudom én, város vagy település fenntartó vállalatnak nevezzük, hanem település üzemeltetési non-profit Kft.-nek. Tulajdonképpen a mi, ahogy korábban is mondtam, az önkormányzat, intézmény fenntartása, közterület, karbantartása, bocsánat, meg amit már eddig mondtunk, nem akarom megismételni, tehát tulajdonképpen az önkormányzat feladatait adnánk át, ugyanúgy, mint ahogy a iskola végzi az oktatást, stb. Stb. Tehát nem intézményünk, hanem egy cégünk, ami természetesen ugyanúgy, mint az intézményeink, saját vezetővel és dolgozókkal működnek. Annyival egészíteném ki, hogy ugye itt 100%-os önkormányzati tulajdon van. Itt nem arról van szó, hogy itt az önkormányzat le szeretné magáról dobni a feladatokat, és létrehoz egy non-profit céget, és akkor hű, de jó, a non-profit cég elvégez mindent az önkormányzat helyett. Itt arról lenne szó, hogy azok a feladatok, amit a non-profitba át lehet szervezni, sokkal költséghatékonyabban tudnának működni, hiszen nem az önkormányzati törvény határozza meg magát a működést, nem azt szervezi a feladatokat, hanem a gazdasági társaságokra vonatkozó törvény alapján tud működni, aszerint tud adózni. Ugye benne van, hogy korlátolt felelősségű társaság, tehát a jegyzettőke erejéig felel, viszont non-profit, tehát magát a non-profit jellegéből adódóan a nyerességet nem tudja osztalékként kifizetni, hanem vissza kell forgatnia, tehát az önkormányzat javára kell ezt is forgatni. Tehát itt arról van szó, hogy ezek a tevékenységek, tehát egy bizonyos feladatot, tehát bizonyos mindenképpen el kell végezni ezeket a feladatokat. Nem mindegy, hogy önkormányzat végzi, vagy a gazdasági társaság. A gazdasági társasággal számos előnnyel jár, egy csomó költséget meg tudunk takarítani, sokkal költséghatékonyabban tudjuk ugyanazt a feladatot elvégezni, pontosan azért, mert más törvények, más számviteli törvény vonatkozik rá, más adózás. És most itt lényegében erről lenne szó. Az meg, hogy amit említettél, hogy önkormányzati dolgozó. Ugye itt van egy gazdasági társaság, ami non-profit jelleggel működik. Itt kettős dolog áll fel ennél a társaságnál. Itt vállalkozói szinten is ismerni kell a non-profit céget,
tudni kell a számvitelét, tudni kell az adózást, tudni kell az egész működést, illetve önkormányzati szinten is kell működni. Tehát mindenképpen egy olyan emberre van szükség, aki már csinált ilyet, látott ilyet, tudja, hogy hogy működik, tudja a buktatóit, előnyeit, hátrányait, illetve mind a két területen, önkormányzati és vállalkozói szinten is otthon van benne. Mónika? Ha már esetleg emberekről, személyekről beszéltünk, akkor nyilván úgy készült a polgármester asszony, meg jegyző asszony, meg esetleg a polgármester asszony, hogyha már elvben terv volt, hogy szavaznánk a személyekről is, szabad esetleg erre vonatkozóan tájékoztatást kérnünk, hogy kiket javasoltak volna ügyvezetőnek, illetve felügyelőbizottsági tagoknak? Természetesen, hát nem titok. Tehát ugye mondtam, hogy lenne egyszer az a határozati javaslat, hogy egyáltalán szeretné ezt a KFT-t, a képviselőtestület. Én a KFT ügyvezetőjévé Szalai Néden Zsuzsannát javasolnám, miután neki már van ilyen eredményesen elvégzett tevékenysége. Megmondom őszintén, hogy miután így szorított a határidő, ugye mondtam, hogy 3 fős felügyelőbizottság. Azért mondom, hogy itt még az utolsó percben is egyeztettünk a személyekkel. Nem vállalja? Hát 5 külsős nálunk. Így lehet felügyelőbizottság. Hol külsős? Elnézést a kis... Bocsánat. Tehát tulajdonképpen a felügyelőbizottság tagjainak javasolnánk Peterzol Jánost, Szarvas Tivadart, ő korábban a pénzügyi bizottság tagja volt, és Langa Éva, a Rákóczi utca, nem tudom hány szám, Gabinak a testvére majd segít, ő egy nagyon szuper pénzügyes, és tulajdonképpen könyvvizsgálónak pedig azt, aki eddig volt az önkormányzat könyvvizsgálója, Bata János, mert hogy most már az önkormányzatoknál nem kötelező a könyvvizsgálat, tehát nem lenne összeférhetetlen, hogy ő legyen a non-profit KFT könyvvizsgálója. Tehát tulajdonképpen ezekben a személyekben gondolkodtunk. Most én ezt kiegészíteném, hogy és a munkákat mondjuk ki fogja elvégezni, tehát vegyük mondjuk az intézmény takarítását. Tehát maradnak azok a dolgozók egy az egybe a KFT átveszi? Igen, vagy? Csak átlennének szervezve a munkafolyamatok. Tehát a munkaidő kihasználtsága sokkal jobb lenne. Nem abban gondolkodunk, hogy, vagyis nem abban gondolkodunk, mégis úgy mondom, hogy munkahelyeket szüntessünk meg, hanem inkább teremtsünk. De sokkal jobban hasonlít ez a vállalkozás, sokkal közelebb van egy piacgazdaság által megkövetelt vállalkozáshoz, mint az önkormányzati szférához. Tehát ennek ez a lényege. És gyakorlatilag ez is a jövő. Tehát ez nagyon sok település meglépi, ahol csak lehetőség van erre. És lehet, hogy így nagyon nehéz ezt bizonygatni, hogy igen, ez jó volt. Én ezt 4 év tapasztalatában mondom, hogy az első évtől kezdve nyereséges volt a vállalkozás, és gyakorlatilag mindig is erre törekedett az ember. Na most magát a nyereséget, mint mondta a polgármester, azt, hogy nyilván nem lehet, mint a non-profit közhasznú KFT, nem lehet osztalékként felhasználni vagy kiosztani, ez az eredménytartaléknak a részét képezi, és akkor később a önkormányzat képviselő testületen dönt arról, hogy ez mire kerüljön felhasználásra. De csak úgy lehet, és csak úgy érdemes egy ilyen vállalkozásra belefogni, ha azt az ember nyereségre tudja, vagy nyereségesé tudja tenni, és sikerre tudja vinni, nyilvánvalóan. Még nem vállaltam be én se egy fiaskót, és nem is szeretnék a jövőben sem. Iskola igazgató asszony. Köszönöm szépen, ehhez szeretnék egy kicsit kapcsolódni. Az iskolának a helyzete az utóbbi évben igen jelentősen megváltozott, tehát a fenntartás a Klebersberg intézmény fenntartó társulásnál van, ezért a pedagógusok, iskolatitkárok a kartali viszonylatban, tankerületi fenntartásban vagyunk,
a működtetés az önkormányzatnál van. És nem is igazán tisztem, hogy én beleavatkozzak a működtetői feladatokba és jogkörökbe, de mivel nagy a bizonytalanság az intézményben a működtetési területen dolgozóknál, takarítókra, konyhásokra gondolok, ezért szeretném megkérdezni, bár már polgármester asszonytól kértem tájékoztatást korábban erről, hogy ebben a formában, ha most egy harmadik forma lép ugye a mi iskolánk életébe, az utóbbi két évben egy harmadik fajta munkáltatás kerül be, akkor itt marad-e a meglévő dolgozóknak a közalkalmazotti jogviszonya? Vagy ez megváltozik? Válaszolsz, mert úgy tudom, hogy... Tehát tulajdonképpen ez, amikor, hogy mondjam, a létszámod, a szükséges létszámod a feladathoz, ehhez ugye, mert ahogy mondtam, az ügyvezetőnek majd, ha Demcs Zsuzsannát választja meg a testület, meg kell ismerni az intézményeket. Meg kell nézni, hogy melyik konyhán hány dolgozó van, hány dolgozóra van szükség, mint ahogy ő is mondta, nem kívánunk munkahelyeket megszüntetni, sőt, új munkahelyeket alapítani. Azon kívül úgy tudom, továbbra is fennáll az a lehetőség, hogyha a munkaügyi központtól igényel a KFT munkanélkülit, akkor 3 hónapig lehet, hogy már nem pont így van, de egy bizonyos ideig a KFT által igényelt dolgozónak a bérét és a járulékait azt a munkaügyi központ viseli. Tulajdonképpen, visszatérve a kérdésedre, ha átadunk dolgozókat a KFT-nek, akkor valóban megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyuk, mert a KFT munkaviszonyt létesít a saját dolgozóival. Erre ezt tudom válaszolni. De ehhez megint ugye az itteni személyi körülményeket kellene ismerni. Mert ahogy tudom, például éppen az iskola iszonyatosan kevés létszámmal látja el a konyhai feladatot, a főzést. Tehát nem gondolom, hogy majd az ügyvezető arra tenne javaslatot, hogy ezeket nem kell, hanem pontosan, hogy megmaradjanak, és mondjuk maradhatnának közalkalmazotti státuszba, és mondjuk még kikérne 2 vagy 3 munkanélkül, mert hogy ugye tudjuk, hogy a jelenlegi dolgozók majd megszakadnak, hogy elkészüljön időre az ebéd, és hát láttam a körülményeket, hogy milyen körülmények között dolgoznak. Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy érdemes tudnia mindenkinek tulajdonképpen, hogy körülbelül 400 gyerekre 3 fő konyhás főz, egy élelmezés vezető van, aki jelenleg elment az intézményből, illetve hát az önkormányzattól, és most egy közmunkás látja el ezt a feladatot, és 500 gyerekre 5 darab takarító takarít az egész iskolában. Tehát ezt nagyon kevésnek és nagyon rossznak gondolom így. Zsuzsa, akarsz erre reagálni? Gyakorlatilag lehet a munkaügyi központtól közhasznú foglalkoztatású embereket kérni, és ezzel oldottuk meg gyakorlatilag, hogy besegítsenek a takarítóknak, vagy akár más területen. Na most az, hogy az iskolában történt egy olyan döntés, hogy átvette a Klikka szakmai irányítást, és gyakorlatilag az önkormányzatnál maradt az intézménynek az üzemeltetése, és a takarítás, ha jól tudom, illetve a dologi beszerzések egy része. És hát az élelmezés, igen, a közélelmezés. Csak azért itt az a kérdés is felvetődik, hogy a kormány ezt meddig tudja majd így és bocsánat a kifejezésért, de számomra kicsit pazarlónak tűnő gazdálkodását fizetni az önkormányzatoknak. Meddig fogja tudni finanszírozni? Ezen azért nagyon el kell gondolkodni, mert nem vagyok benne biztos, hogy túl sokáig. Tehát ez a versenyszférához képest, és itt nem arról van szó, hogy egy embertelen gazdálkodás folyjon meg, hogy az embereket a maximálisan kihasználva és kizsákmányolva,
hanem tényleg lehetőség szerint, hogy mindenkinek maradjon meg a munkája, és mindenki tudjon keresni, de azért ez a sokat hangoztatott költséghatékonyság is megvalósuljon. Nem fogják tudni sokáig finanszírozni. Most mindentől függetlenül mondom ezt. Már most arra gondolsz, bocsánat, most én kérdezek, hogy ugye a pedagógusok már nem hozzánk tartoznak. Tehát erre gondolsz, hogy ez a felemás megoldás sokáig... Nem a felemás, hanem egyáltalán az önkormányzati szférának a működése, ahogy megvalósul időnként. Itt, amiket hallottam, volt egy ilyen megbeszélésünk itt a temető fenntartással kapcsolatban, és hogy tehát ahhoz képest egy kicsit... Ez egy nagyon rossz kifejezés, de... Tehát igen, egy szigorúbb, egy szorosabb elszámolást kellene megvalósítani, én véleményem szerint. Egy gondolatot engedjen meg. Én is versenyszférában dolgozó ember vagyok. Havonta tárgyaljuk a létszámot. Havonta tárgyaljuk a létszámot, hogy nyereséges legyen a cégünk. Havonta. És itt is biztos vagyok benne, hogy havonta fogják tárgyalni, vagy esetlegesen nyáron, mikor nincs munkájuk, mit csinálunk? Fizetjük az embereket? A takarítókat? A konyhai dolgozókat? Szerintem nem fogjuk. Eddig. Itt teszünk. Most is fizettük. Tehát... Eddig most mi fizetünk? Most én csak egy gondolatmenetet vittem végig. Egy gondolatmenetet vittem végig. Én azért mondtam, hogy ez az önkormányzat és tehát a piacgazdaság között helyezkedik el. Tehát azért nem azt jelenti, hogy mind a kettőből kiveszi a legrosszabbat, hanem mind a kettőből talán kiveszi a legjobbat. Tehát hála Istennek engem a kollégáim nagyon szerettek, és mindig is jobban képviseltem az érdekeiket, mint a sajátomat. Mert tudom, hogy kevés pénzből éltek, és nekem fontos volt az ő viszonylagos megelégedettségük, amennyire lehetséges volt ez, van a helyzetben. De ez mindenféleképpen meggondolandó, hogy gyakorlatilag hogyan lehet egyáltalán, mert ugye ami még megmarad, ami költséghatékonyságból ered, ami megmarad, az is egyfajta eredmény, igaz? Ez így van. Tehát és ezen kell elgondolkodni, hogy akkor erre van-e szükség, hogy maradjon-e meg? Ezt mindenféleképp támogatom. Az elején lévő dolgokat, amik igen. Elindítás. Miből fogjuk megcsinálni? Most jelen pillanatban. Hát én azt gondolom, hogy ha ezt a KFT-t akarjuk, akkor a törzstőkét mindenféleképpen, én tudom, hogy óvodai meg stb. Kisebb kéréseket utasítottunk el, de ezt ne tekintsük úgymond kiadásnak, mert ez a pénz a KFT-hez átkerül, de a miénk. Na most azért itt, hála jó Istennek, azért tulajdonképpen mi mindig talpon vagyunk, nem kellett hitelt felvenni, azért most hadd mondjam, hogy nagyon hatékonyan megkezdődött az adók behajtása, azon kívül remélem megkapjuk a önhikit, ami úgy karácsony előtt szokott jönni. Tehát nem vagyunk, bocsánat, annyira szegények, hogy saját magunknak egy befektetést ne tudjunk 3 vagy 4, vagy ahogy a testület eldönti, 5 millió forint, most csak mondok valamit, ez a mi pénzünk marad. Nem adjuk oda valakinek, ezt nem veszítjük el. Ezzel kapcsolatban csak annyit tudom mondani, hogy ez nem egy kiadás, hanem ez megmarad, és ez termel majd nekünk idővel nyereséget. Jó. Én azért csatlakoznék itt az előttem szólóhoz, hogy tulajdonképpen, tehát effektíve nincs a kasszába pénz. Tehát most ez a tőke, akár befektetés, akár nem áll rendelkezésünkre, ezért kell mindenkit elutasítani. Tehát én azt javaslom, és amit már itt elhangzott többször is, hogy lássunk egy tényleges kimutatást, hogy ennyi a bevétel, ennyibe kerülne a fönntartás, itt esetleg ennyit lehetne, hiszen 4 év tapasztalata ott áll már önmögött, hogy tényleg lássuk, vannak itt jogászok közöttünk, gazdasági szakemberek, lássuk kimutatva azt, hogy ez mit jelentene számszerűleg. És akkor majd azután, 2015-ben szerintem ugyanúgy térjünk vissza erre is. Ne kapkodjunk el szerintem semmit sem, főleg, hogy nincs pénzünk. Tehát minden lesz, hogy befektetünk és ott van. Ha nincs, akkor nincs. A polgármester összön.
Én picit máshogy közelítem meg. Tehát valóban most kérelmeket el kell utasítani, vagy csak részbe tudjuk, részbe tudunk határozatot hozni, részbe tudjunk ajándékot adni az óvodának, stb. Stb. Csak ugye ahhoz, hogy az ember tudjon adni, először nyereséget kell termelni. Tehát ahhoz kell egy cég, ami ugyanazt a feladatot hatékonyabban tudja véghez vinni. Tehát pont ez a célja a non-profitnak, hogy létrehozzunk egy KFT-t, ami non-profit, ami gazdaságosabban fogja elvégezni ugyanazokat a feladatokat, ami nyereséget fog termelni, és aminek következtében a jövőben egyre kevesebb és kevesebb kérelmet kell elutasítani, vagy csak részben dönteni felőle. Tehát fordítva kellene nézni, tehát persze, hogy elutasítjuk, mert nincs miből, mert nem tudunk gazdaságosan működni, mert jobban kellene működnünk, tehát nem ilyen feltételekkel. Csak hát mivel pont azért, mert önkormányzat vagyunk, és más vonatkozik az önkormányzatra, mint a gazdasági társaságra, képtelenség, hogy önkormányzatként ugyanazt a nyereséget, vagy ugyanazt a hatékonyságot elérjük, amit egy gazdasági társaság el tud érni. Az, hogy miből, rögtön átadom egy pillanat türelmedet, kérem csak. Az, hogy miből tudjuk finanszírozni a jegyzettőkét. Ugye 4 évvel ezelőtt már elkezdődött ez az egész, hogy kellene egy ilyen non-profit KFT, tehát ez nem egy új keletű mostani felvetés, ez 4 évvel ezelőtt ugyanúgy az előző testület, ugyanúgy beszéltünk róla, folyamatosan tudtuk ennek a jelentőségét, és tudtuk azt, hogy ez szükséges, és kell az önkormányzatnak. Az, hogy miből tudjuk a jegyzettőkét előteremteni. Ugye a pénzügyi bizottságon említettem, hogy pénzügyi vezetővel egyeztettem. Vannak szállítói tartozásaink. Vannak bevételek, amiket várunk. Ilyen bevétel, segíts ki, hogyha rosszul mondok, jegyzőasszony Kati, a 37 milliót várunk a pályázati elszámolásból. Tehát azért nézzük azt, hogy hogy működik a cashflow, milyen beérkező bevételeink vannak, miből tudjuk félretenni. De előbb-utóbb, tehát nincs az a jó időpont, amikor azt tudod mondani, hogy fölöslegesen van 5 millió forintunk. El tudjuk dönteni, hogy szeretnénk-e non-profitot, vagy sem. Ha szeretnénk, akkor el kellene kezdeni az ügyvédnek előtt megcsinálni ezt az anyagot, az alapítókiratot, vissza kellene neki küldeni, hogy azt véleményezzünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a testületben 2 jogász is van, aki ebbe tud segíteni, és tudja véleményezni, hogy amit a réti ügyvéd úr megcsinál, azt kell-e módosítani, vagy sem. Tehát legalább induljunk el valamilyen úton. A pénzügyi vezetővel folyamatosan tudunk tárgyalni, de vannak olyan bevételeink, és valóban nagy kiadásról van szó, mert bármennyire ugye ez a jegyzettők a non-profitnál lesz, nem lesz nálunk, tehát effektív nem tudjuk használni, és a non-profit KFT-nek a vagyonát fogja képezni. De ha nem csináljuk meg, akkor mindig szélmarom harcot fogunk az elkövetkező években csak játszani, és mindig csak azt fogjuk csinálni, hogy el kell utasítani az apró kérelmeket, nem tudjuk támogatni az iskolát, nem tudjuk támogatni az óvodát, mindig szélmarom harcot. Egy kiadásra el kell, hogy szánja magát a testület, mert különben ugyanott leszünk, mint 1 éve, 2 éve, 4 éve. Nem fog hatékonyabban működni. De egyébként egyetértek veletek, tehát hogyha szeretnétek a számszerűt, persze, természetesen. De maga az elvek, el kell indulni ezen az elven, és ez irányba kell gondolkoznunk, és közösen kell ez irányba gondolkoznunk, mert nem fogunk tudni máshogy előrelépni. Csaba? Azt szeretném mondani, Klárk, hogy ez oké, érthető is, meg nem is akarjuk elvetni az ötletet alapból sem. Itt csak arról van szó, hogy van egy hónapunk ebből az évből alapból, tehát nem tolnánk el túl messzire sem. Plusz, amit beszéltünk, hogy ez a számszerűséget, hogyha látnánk jobban, még jobban tudnánk. De itt azt szeretném mondani, hogy ne hozzunk olyan határozatot most, amit úgy mondom, hogy nem biztos, hogy rendesen átlátja mindjárt, legalábbis én még mindig nem látom tisztán ezt a dolgot, de még egyszer mondom, nem vetem el az ötletet, mert értem a lényegét, értem. Az a gond, de én még mindig azt mondom, hogy ott egy kicsit haladszuk el a döntést. Az a baj, hogy gyakorlati hiba csúszott a történetbe, mert ugye arról volt, hogy a pénzügyi bizottság is tárgyalja ezt, és át fogjuk beszélni. És ugye abba a szituációba kerültünk, hogy ugye ezt nem tudtuk elkezdeni tárgyalni, mert ugye szorított a határidő, hogy közben elkezdődött a testületi. Tehát pontosan ezért ugye
nem tudtuk ezt jobban átbeszélni a megálló bizottsággal, pénzügyi bizottsággal. Én azt tudom még hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hogy a pénzügytől, a pénzügyi csoporttól, így mondom, Dent Zsuzsanna folyamatosan adatokat kér, és úgy tudom, a pénzügyi csoporton folyamatosan szolgáltatja az adatokat. Tehát tulajdonképpen már bizonyos rálátásod van erre a kartali helyzetre, akkor azt javasolom, hogy mivel látom, hogy bizonytalanok a képviselők, semmiféleképpen nem akarok ráerőltetni a testületre egy olyan döntést, ahol nem vagytok, már bocsánat, hol tegeződök, hol magázódok, tehát legyen a testület tényleg meggyőzve arról, hogy ez nekünk tuti, hogy jó lesz. És ezt valóban csak akkor tudjátok eldönteni, ha látjátok, hogy eddig ennyit fizettünk ezért, és Dent Zsuzsanna mutatja nekünk, hogy ezt hogyan tudja megoldani olcsóbban. Akkor én azt javasolnám, hogy most azért úgy kiveséztük ennek a non-profit Kft.-nek a lényegét, és akkor tulajdonképpen, hogyha még megy ez az adatszolgáltatás a kartali polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjától, és Dent Zsuzsanna ezt folyamatosan kielemezi, akkor nem tudom, hogy tulajdonképpen mennyi időn belül tudnánk visszatérni, amikor már egy elemzéssel, egy számszaki elemzéssel tudnánk visszajönni a testület elé ezzel a napirenddel. De 2 hét mindenféleképpen kell ahhoz, hogy ebből azért legyen egy jó anyag. Végül is mindenképpen kell tudni, hogy honnan indulunk el, és hova akarunk eljutni. Úgyhogy ez valójában fontos. Langa Gábor? Én azt szeretném kérdezni, hogy én pénzügyi bizottság elnök, mi is kaphatunk ezekből ezekből a számokból? Persze. Hát az első a pénzügyi bizottság lesz. Pénzügyi bizottság fogja látni. Nem ugyanarról beszéltek. Nem, az adatszolgáltatásról gondolom, hogy... Persze. Semmi probléma. Tehát amikor a pénzügyi csoport és Dent Zsuzsanna között megtörténik ez az adatszolgáltatás, semmi akadály, ezek nem titkos adatok. Jó, a pénzügyi bizottságnak tovább lesz. Csak mi is föl tudjuk készülni, amikor leülünk, akkor így van. És akkor jobban átlátjázunk, és nem mondjuk egy bizottsági ülésen kezdjük el már bogarászni a számok mögött. Egy gyakorlatilag 3 évet átfogóan fogjuk megnézni, hogy hogy történtek a bevételek, kiadások, hol milyen költséget tértek el, egyik évről a másikra mi volt az, ami miatt emelkedett, személyjellegű költség, esetleg a demográfiai tényezők is belejátszottak-e, vagy esetleg más. Ugye teljesen más egy 50 éves embernek a személyjellegű költsége, mint egy fiatalnak, és nem tudjuk, hogy mondjuk mi miből tevődik össze, de mondom 3 évet átvenni, és strukturálisan úgy lettek felépítve a táblázatok, hogy gyakorlatilag lefedi az egész önkormányzat működését. Tehát azért abból egy tiszta képet lehet majd látni. Köszönöm. Még egy gondolat. Nem ide tartozik, a óvodához tartozik, hogy ha segítség, akkor menet közben eszembe jutott, hogy van egy olyan hűtőszekrényünk, ami igazából működik, de nem használjuk. Addig még ez a beszerzés megtörténik, addig szívesen rendelkezésre bocsátjuk. Minden megköszönjük. Megbeszéltük. Rendben. Köszönöm. Jó, hát akkor van-e még valakinek? Tessék? Én most mondom, a karácsonyról, majd bár nem ide tartozik. Ez, nem, igen, azt akartam, hogy ezt a napi rendet akkor zárjuk le, és lépjünk tovább. Tessék. Tehát az óvoda üzemeltetése az számomra a karbantartás az minimális, hanem a nagy összegeket a fűtés, világítás, víz viszi el. Egyik kérdésem lenne az, hogy ezzel a Kft.-vel ezt az egészet átrendeznénk oda, és a Kft. Kezeli, mert akkor ugye itt arról beszélgetnek sokan, hogy az áfa visszatérítések lesznek majd azok a nagy bevételek, amik segítenek. Mert a szakmai anyagom az éves szinten 300 000 forint, írószerem 20 000 forint, nem hiszem, hogy ennek az áfája sokat segít. Ez az egyik. A másik, az intézmény vezetőket szakmailag
meg a törvényeket megnézzük-e hozzá, hogy mi az, amit köteles az intézmény teljesíteni, törvény által, köznevelési törvény, végrehajtási rendeletek, egyebek, mert az optimális munkaerő átszervezés ezen alapul. Tehát az lehet, hogy olcsóbbá tegyünk dolgokat, de először végre kell hajtanunk a törvény által előírt dolgokat. Tehát én azt szeretném megkérdezni, mert azért nekünk is kell gondolkozni, itt gondolom, hogy mi is be leszünk avatva, hogy akkor az optimalizálás milyen módon működjön. Ez az egyik. A másik pedig, hogy én csak magamnak megválaszolom, lehet, hogy rosszul, de a Kft.-be kiengedjük a konyhát, a közalkalmazottak nem lesznek közalkalmazottak másnaptól, tehát ez nem kérdés, én úgy gondolom, sok vállalkozó van, ismerjük a helyzetet, tehát másnaptól kezdve más munkaszerződéssel vannak, ez azt jelenti az én számomra óvodavezetőként, hogy én már nem vagyok felettese annak a csapatnak, védője se, munkáltatója se. Aztán a másik kérdés majd az lenne itt az elemzés során részemről, hogy a Kft.-vel az intézményvezetők a szakmai indokoltsággal hogyan tudnak együttműködni a Kft.-vel, mert akkor lehet, hogy rosszul értelmezem, de nem az önkormányzat felé jövünk mindenféle karban, a lakatot kéne cserélni, meg a dugulást elhárítani, meg a karbantartót kellene nekem most azonnal, meg kellene javítatnom a kazán, de most rögtönben lefagyott, és ez eddig működött hazaiakkal, viszont akkor most ezek szerint a kapcsolat nem ide szól, hanem akkor a Kft.-hez fog szólni. Ez nagyon fontos azért a továbbiakra nézve szerintem, mert hát akkor arra kell beállnunk. Ez az egyik, a másik, hogy mint ahogy az iskola igazgató asszony elmondta, hogy igen, egy nagyon nehéz döntése volt az előző testületnek az, hogy pénz az sosincs, az mindig kevesebb, és azt hiszem elég sokat vergődtek rajta, hogy kiadják-e a konyhákat, vagy ne adják, és én nagyon köszönöm, hogy nem tették meg a gyerekek érdekébe, mert mind a két konyha kiválóan főz. De, mint ahogy ő mondta, hogy kevesebben lettek sokkal, mellé rehabosokat próbált az önkormányzat eddig is oda tenni, közhasznosokat szintén. Elmondom, hogy az én konyhámon se az a létszám van már, mert a belső átszervezések arról szólnak, hogy azonnal ki van emelve létszám. Tehát se túlóra, se kifizetve, se munkadíj egyáltalán nincsen kifizetve karbantartásra, tehát azt azért tudni kell. Tehát azok az összegek, amik most csak arról szólnak, hogy lakatot szeretnék cserélni, az 5000 forint, jön a műszaki vezető, küldi a karbantartót és az ingyen megszereli, a fűtést megszereli, a apró munkálatok megvannak, és hát ez speciál engem nagyon izgat, hogy ha a Kft.-n keresztül megy ez át, akkor tud-e ennél olcsóbb lenni, és elhangzott, hogy amivel teljesen egyetértek, hogy a legkevesebb helyről kell a beszerzést meg eszközölni. Összeszámoltattam az élelmezés vezetőmmel, évtizedek óta dolgozunk együtt, és más se csinálunk, csak spórolni akarunk. Tehát összeszámolta, és a hármat betartjuk, csak helyi, mert ez benne van a tervezetben is. Egyértelműen csak helyi vállalkozóktól rendelünk. Csak a szárazárút rendeljük a Fűszértől, Nagykeráron, engedménnyel. A helyi vállalkozók közül 10% kedvezményt adnak többen, plusz anyagi támogatást is, amikor van egy-egy dolog, plusz az összes megmaradt holmiukat, mint köszönöm a Gábornak, hogy már a hűtőt föl is ajánlotta. Tehát nagyon én szeretnék olyan igénnyel élni, hogy szakmailag valaki járja körül, akkor például az óvodát velem, én erre vagyok kompetens, mert ez nagyon fontos. És hogy az átszervezés hogy működjön, ezt nagyon-nagyon át kell nézni, nagyon-nagyon át kell beszélni, és forintosítani. És bocsánat, ha szót kaptam, bár nem szerettem volna, de én azért kielemezgettem a saját dolgaimat, most nem sorolom el, de el tudnám, mert
a jelenlegi karbantartási kiadásaink úgy működnek, ahogy az előbb felvezetgettem, dolgozó szól, én szólok a itt megtartott, állományba tartott műszaki vezetőnek, az eljön ellenőrzi, megnézi, hogy hol legolcsóbb kartalon az az eszközke, amit be kell szerelni, a közhasznussal vagy a karbantartóval visszajön, megcsinálja, megköszönöm, ennyi a kiadás. Tehát, hogyha ettől tud olcsóbb lenni egy Kft., az biztos, hogy nagyon hasznos lehet. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen, amit felvetett az óvoda vezető, arra már részben én az előbb utaltam. Amit kiemelnék, a Kft. Az intézmények szakmai munkájába nem fog belefolyni. Tehát erről szó sincs. Azt is mondtam a korábbiakban, hogy ha létrejön a Kft., és átkerülnek a karbantartási és intézmény fenntartási üzemeltetési feladatok, akkor természetesen erre Den Zsuzsannál is tudja majd mondani pontosan, hogy milyen rendszer van, és természetesen akkor a Kft. Felé kell jelezni minden karbantartási, üzemeltetési igényt. Most majd egy kicsit segít nekem Zsuzsanna, mert kezdek én is elfáradni, hogy tulajdonképpen olyanokat is meg tud oldani a Kft. Én úgy tudom, hogy áramszolgáltatókkal, telefonszolgáltatókkal, ha jól tudom, árat tud úgymond alkudni. Igen, tehát még egyszer én is szeretném megerősíteni polgármester asszony szavait, tehát természetesen a szakmai munkában nem szólunk bele, hát érdekes is lenne ez, meg nem is ez teljesen nonsens, így van, nem az a cél, hanem az, hogy kialakuljon egy rendszer a beszerzésekre, legyenek egy olyan árak, amik versenyképesek, amik esetlegesen eddig nem voltak. Most olyanokról beszélünk, amik önök benne vannak egy működő önkormányzatba, intézménybe, én nem látom még teljesen át a működést, hogy miből mit lehet itt megtakarítani. De az eltelt évek alapján én azt láttam, ami egy nagyon jól működő önkormányzatban voltam benne, hogy ott is lehetett. Hát feltételezem, hogy itt is lehet megtakarítani. De természetesen ez az önök szíve joga, hogy mennyire akarják ezt a Kft-t, vagy mennyire nem. Önöknek kell ezt eldönteni. Véleményem szerint minden olyan területen érdemes meglépni a változtatást, ahol a feláldozott haszontól nagyobb a nyert haszon. Ez a lényeg a dolog. De nem nehezíteni szeretnénk természetesen az intézmények munkáját, hanem könnyíteni. Én ezt csodálom, hogy ekkora rémület övezi ezt az egészet, mert számomra ez egy nagyon érdekes dolog. Így ezzel még nem találkoztam. Iskola igazgató asszony. Köszönöm szépen. Én nem a rémület tekintetében szeretnék most szólni, hanem a szakmaiság. Úgy gondolom, hogy amit az óvodavezető asszony mondott, nem arra gondolt, hogy szakmai munkába miattól félünk, hogy majd a KHT bele fog szólni, hanem abba, hogy történt itt az előző években egy rendkívül szerencsétlen iskola intézmény fenntartói társulás versenggel, amit éppen a polgármester asszony mondott el az előbb, hogy 76 millió forintos hiányt keletkeztetett az önkormányzatnak, és mi ezért aggódunk, hogy akkor ez az intézmény fenntartó társulás úgy történt meg, hogy sem az intézményvezetőket, sem a pedagógusokat a közelébe nem engedték ennek a döntésnek. Tehát nem vehettünk benne részt semmilyen tekintetben. Bár sok jó tanácsunk lett volna, és ez igazán szakmai jellegű dolog volt. Ez pedig most ugye inkább a gazdasági dolgokra vonatkozik, de azt tanácsolta szerintem, ha én jól értettem, az óvodavezető asszony, és én is szeretném tanácsolni, hogy azért, ami az intézmény tudom, hogy egy kis szelet, de ami az intézmény fenntartási részét illeti, mindenképpen történjenek egyeztetések azokkal a személyekkel, akik vezetőként az intézményekben, vagy bármilyen funkcióban ott ebben jó tanácsot tudnak adni. Tehát én a magam részéről ezt kérném, az előzőek előbbszőben elmondottakhoz.
mert bizonyára, hogy körültekintőbben tud mindenki eljárni, hogy ezeket a problémákat körbe tudjuk járni majd. Hát természetesen együtt csinálnak. Tehát ez nem úgy, hogy most az intézményvezetők ellenében, hanem az ő munkájuk könnyítésére. Tehát szó nincs arról, hogy most itt valami kemény intézkedések lennének úgy, hogy esetlegesen ebbe önök nem egyeznének. Ez szó nincs erről. Hát ezt számomra azért nem mondtam, mert természetes. Én azt gondolom. Monika? Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy én nem érzem rémületnek egyébként. Tehát én azt érzem, aztán majd vagy bólogattok, vagy intetek, hogy nem jól látom, hogy mindenkit érdekel a felvetés. Mindenki azt mondja, hogy ez egy nagyon jó gondolat. Itt igazából azért van az, hogy húzódozunk, mert be kell vallanunk, hogy húzódozunk, mert nem látjuk azt pontosan, hogy ez a pozitívum, ez a negatívum, ennyi a bevétel, ennyi a kiadás, ezzel számoljatok. Senki nem zárkózott el ettől, sőt azt gondolom, hogy abszolút pozitívan állunk ahhoz, hogy érdekel minket a dolog, de nyilván ez egy újdonság, ezzel kapcsolatban rengeteg kérdés van. Szeretnénk látni nyilván, mert nekünk kell rámondanunk az igent vagy a nemet másodsorban erre a kérdésre. Szeretnénk látni azt, hogy miről döntünk. De nem látom azt, hogy félelem és rettenet lenne ezzel kapcsolatban. Én is úgy érzem, hogy inkább sok a kérdés, és ezeket a kérdéseket meg kellene válaszolnunk, hogy akkor senkiben nem maradjon megválaszolatlan kérdés, és valóban el tudjunk indulni egy közös úton, egy közös cél érdekében. És ugye, mint Zsuzsa említette, hogy neki körülbelül egy 2 hét kell ahhoz, hogy akkor üzleti tervet, cashflow-t, mindent elénk tudjunk úgy rakni, hogy akkor tényleg elejétől végig tudjuk beszélni. Én gondolom, hogy segítséget tud abban nyújtani, hogy ezen a bizottságin részt vesz testületén, hogy szakmailag is, amit kérdés esetleg pluszba fel szeretnénk tenni, azt megtegyük, ugye? Erre kaphatunk egyfajta ígéretet, mert ezt megköszönnénk. És akkor, hogyha 2 hét múlva ez megvalósulna, hogy az üzleti tervektől kezdve számszerűsítve látnánk azt, hogy honnan indulunk, hova érünk el, mekkora nyereséget tudnánk az egyes területeken produkálni, akkor maradjunk annyiba, hogy akkor megint összeülnénk, még így karácsony előtt. Nem ülünk össze. Nem. Már csak karácsony. Karácsony után. Tehát én azt javasolom, hogy tulajdonképpen akkor most megtárgyaltuk ezt a napirendet, de határozatot nem hozunk, hanem amiről itt beszéltünk, a pénzügy és Dent Zsuzsanna továbbra is együtt dolgozik, akkor Zsuzsannát megbízzuk, vagy felkérjük. Én majd hát ez egy megbízási szerződést azért illik kötni egy elfogadható áron, mert ugye azért senkitől nem várható az, hogy ingyen dolgozzon. És tulajdonképpen, amikor Dent Zsuzsanna ezeket az adatokat, amiket kértetek, tálalni tudja, lehet, hogy az január közepe, mert azért most tudjuk, hogy nekünk is jön a falukarácsony, meg minden, azt gondolom, hogy nyugodtan ezt áttehetjük január közepére, és akkor, ha mindenki tisztán lát, és érti, és látja, hogy ez nekünk miért jó, majd akkor döntünk véglegesen. Így akkor jó? Akkor jó. Akkor itt nem kell szavazni, mert akkor ezzel ezt a napi rendet befejeztük. Akkor most én mondjam a 2 ülés közötti fontosabb eseményeket, vagy Tibor felvetett a temetői szót. Jó. Tulajdonképpen csak 2 dologról szeretnék említést tenni. A szennyvíztisztító telep dolgot ezt már kitárgyaltuk a napirend keretébe. A másik a Lehel utca. A legutóbbi testületi ülésen erről is adtam tájékoztatást, hogy tulajdonképpen kialakult egy olyan helyzet, hogy a szeptember végén, október elején elkezdődött a Lehel utca úgynevezett csatornázási beruházása. Akkor ugye mondtam, hogy végül is a DAKÖV-től tudtam megszerezni azt a megállapodást, ami köttetett és arról szólt, hogy tulajdonképpen
a földmunkát, a földmunkának a díját vállalta az önkormányzat, magát a szerelvényezést, az átemelőt, minden egyebet a Daköv vállalt magára, viszont sajnos a választások után levonultak a dolgozók, és ugye mivel nem volt a földmunkára semmilyen szerződés, jött a sok eső, a Lehel utcában az emberek nem tudtak közlekedni, úgymond én azt mondhatom így utólag, hogy egy viszmajor helyzet alakult ki, ahol kénytelen voltam lépni, és akkor tulajdonképpen a Daköv vezetőjének a segítségével és Balatoni Ottó vállalkozóval, mivel ő volt olyan gépekkel, tehát ő rendelkezik olyan gépekkel, és ő volt úgymond hadrafogható, folytattuk a beruházást. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen tehát úgy a Balatoni Ottóval, mint majd a kavicsot szállító Kelemen Józseffel megkötöttük a vállalkozói szerződést. Hadd ne mondjak még végösszegeket, mert tulajdonképpen a Balatoni Ottó, ugye ő óradíjban számolja a géphasználatot. Na most még sajnos nem tudta mindig befejezni, mert hogy megint közbe jött, már olyan szépen alakult, hogy az út medre, hogy így mondjam, teljesen ki volt alakítva, már csak a zúzott követ, vagy ezt a kavicsot kellett volna odavinni, de mindenki tudja, hogy esett napokig az eső, most megint nem tudtak dolgozni, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy most bízunk abba, hogy lesznek szárazabb időszakok, vagy esetleg fagyosabb, amikor már megint a gép tud dolgozni. Tehát mindenféleképpen úgy néz ki, hogy be tudjuk még a tél beállta előtt fejezni a Lehel utcát, és az emberek legalább normálisan tudnak közlekedni. Rákötni a rendszerre már nem tudnak az idén, mert ugye oda kell átemelő, meg szivattyú, és akkor ugye egyeztettem a Dakövvel, hogy hát például egy szivattyúhoz, hogyha megrendeljük az elektromosságot, de majd van itt illetékes, úgy látom a jelenlévők között, és lehet, hogy tud segíteni, hogy mondjuk ez az Émásznál állítólag egy év, mire egy ilyet engedélyeznek. Lényeg az, hogy szerintem legkésőbb tavasszal már a lakosság rá is tud csatlakozni a Lehel utcai csatornára, meg hát remélem, hogy most napokon belül az út helyreállítása megtörténik. Tehát erről szerettem volna tájékoztatást adni, meg tulajdonképpen azt hiszem már majdnem mindenki tud róla, a Művelődési és Szociális Bizottságunk foglalkozott a falukarácsonyunk előkészítésével. Szerintem sokan tudnak róla, de azért elmondom röviden, hogy december 19-e és 21-e között, ugye, 3 nap tartunk a főtéren falukarácsonyt. Ez azt jelenti, hogy úgymond egy kicsit a Vörösmarty teret felidézve, szeretnénk a karácsonyi pompába öltözni a főtér. Szerencsénkre, akiket megszólítottunk, és akik megtudták, nagy örömmel fogadták ezt az eseményt. Tulajdonképpen ez úgy lesz, hogy minden nap, a 3 nap alatt, délután 4 órától lesznek programok, természetesen lesz zene, kivonulnak árusok, kivonul a gyűszűkör, lesz kürtös kalács, mézes kalács, különböző felajánlásokból forralt bor, teja, sütemény. Tehát lényegében már pénteken délután 4-kor kezdődik műsorral ez a falukarácsony. Szombaton 2 órától a Művelődési Házban lesz, ugye nem azt mondom, hogy megszokott, de ugye minden évben hagyomány volt, hogy falukarácsonyt rendeztek. Tehát 2-től lesz a Művelődési Házban egy műsorcsokor, és utána remélem az ottani emberekkel, és még a falu többi emberével is kivonulunk a térre, és akkor ott megint mindenféle kis meglepetéssel, és műsorokkal, és minden egyébben szeretnénk kedveskedni a kartaliaknak. És aztán van még a 3. nap, amikor azt hiszem lesz ez a sajtkészítési bemutató, meg hadd ne mondjam el most, hogy elég sokan jelentkeztek,
és aminek nagyon örülünk, hogy rengetegen felajánlottak mindenféle segítséget, és tulajdonképpen most már azt mondhatom, hogy nagyjából úgy minden rendelkezésünkre áll. Sátrak lesznek, mert nem tudjuk, milyen időjárás van, asztalokat biztosítunk, és tulajdonképpen ennyi a lényeg, és én azt szeretném, hogyha mindenki arra pár napra a szeretettel eltöltve együtt lenne, ameddig jól érzi magát a téren. Tehát ez nem egy kötelező dolog, a család kisétál, és találkozunk egymással, és beszélgetünk. Azt hiszem ez az a két dolog, amiről szerettem volna beszélni, és akkor tulajdonképpen, ami maradt, Kalcsó képviselő úr szeretne valamit a temetőben lévő szobrokkal kapcsolatban. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a temetőben lévő 5-6 darab vagy 7 faszobor, ami fából valamikor ki lett gyönyörűen ott faragva, elég soknak a állaga úgymond kezd koradni a földnél. Hogy azt valamilyen úton módon jó lenne megmenteni, én nem vagyok szakember ebbe, de úgy gondolom, hogy azt elvágnák a föld fölött, behoznánk ide hátra, lekezelgetni és egy betontalapzatot és ilyen valami vastüskével valahogy visszarakni a tavaszon, és akkor meg lenne mentve, mert tényleg olyan szépek azok a fák is, hogyha így marad, van a része, ahol már egyik oldalán 10-15 centit korrad fölfel, ugye, mert a földön van lent, mert régi fa nem lett rendesen kivágva, hogy ezt kéne valahogy megmenteni, mert az nagyon szépen néz ki az a temetőben, hogyha ez megoldható lenne. Köszönöm a jelzést, meg fogjuk nézni, és valószínű, hogy akkor ez a beton talapzatra állítás, vagy valami ilyesmi lesz meg a megoldás, de meg fogjuk vizsgálni, vagy nézni. Gábor? Kérésem lenne, én úgy érzem, hogy nem is biztos, hogy csak a magam nevében, hanem talán a képviselő nevében beszélnék, hogy volna arra mód is lehetőség, hogy esetleg hetente kapjunk egy pici tájékoztató e-mailt, hogy körülbelül, hogy mi történt a héten. Hát erre nem tudok kötelezettséget vállalni. Én azt tudom kérni, inkább kérem, nem javasolom, hogy jöjjenek be a képviselők hozzám bármikor. Reggel 7:30-tól általában este 6-7-ig bent vagyok. Jegyzőasszony a tanúm, hogy van olyan nap, hogy reggel bekapcsolom a laptopomat, és estig egy sort nem tudtam írni, de még az e-mailjeimet se tudtam megnézni, mert vagy jönnek valahonnan tárgyalni. Azért itt elmondom, hogy sok mindenbe már léptünk, tehát például a biztosítások, különféle biztosítónál vannak biztosítva az ingatlanaink, a gépjárművek, tehát már biztosítókkal tárgyalunk, hogy egy kézbe kerüljenek a biztosítók, meg hadd ne részletezzem, hogy hányan jönnek hozzám hivatalos ügyekbe, a lakosság, a kollégák hozzák az aláírni valót. Tehát én nem gondolom, hogy talán úgy tűnik, de nyugodtan meg lehet nézni, hogy általában este 6-kor az autóm még itt van, hogy nekem jelentést kéne írnom, hogy én mit csináltam aznap, és ez nem is fér már bele az időmbe. Én azt gondolom, ha egy ilyen testületi előterjesztés, vagy egy ilyen meghívó, úgy mondjuk 3-4 hetente a képviselők kezébe kerül, ez talán mutatja, hogy mennyit dolgozunk. Azért egy gesztori megállapodás, vagy egy közös hivatalról szóló előterjesztés, vagy akár a non-profittal való egyeztetés, meg tulajdonképpen minden, azért nagyon sok munka van itt. Igen. Hozzászólnom. Én javíts ki, de szerintem Gabi nem jelentésre gondolt. Csak ugye sokan járkálunk a községben, sokszor megkérdezik, hogy egyáltalán, most csak mondok egy példát, hogy halad a Lehel utca, és nyilván erről be tudunk számolni egy testületi ülést követően, hogy így halad, ezt tudjuk. De és akkor kérdezzetek meg, bocsánat, és jó. Akkor megmondom. Rendben. Jó. Tehát én megmondom őszintén, én az elején is azt mondtam, hogy szeretném, ha ez a képviselő testület egy csapat lenne, együtt dolgoznánk, és én azt gondolom, hogy ne haragudjatok meg, nem akarlak megsérteni benneteket, de a képviselőség az azért nem csak arról szól, hogy kapok egy meghívót, és akkor elmegyek a testületülésre, és szavazok vagy nem szavazok, hanem néha gyertek be, és kérdezzétek meg, hogy mibe tudtok segíteni.
Úgyhogy lássuk. Vagy hogy egyáltalán mi van, igen, gyertek be, kérdezzétek meg a Lehel utcát, stb., de azt, hogy én még, bocsánat, még külön itt azzal foglalkozzak, hogy hú, most mit tudom én, szerda van, vagy csütörtök, és jaj, elfelejtettem megírni a képviselőknek, ezt azért ne várjátok el tőlem. Én azt kérem, hogy kinek hogy van ideje, hála jó Istennek azért a képviselők egy részével elmondhatom, hogy napi kapcsolatban vagyunk, több képviselő többször bejött már hozzám, jól esett. Én azt mondom, hogy aki eddig még nem jött el, és esetleg nem látját úgy, vagy nincs olyan információ birtokába, telefonon is felhívhattok. Bejöhettek hozzám bármikor, úgyhogy maradjunk ebbe, ha lehet, jó? Van-e még egyéb, amit... De jó, hogy egy szeretettétek fel a kezeteket. Egy lakossági bejelentési levelet szeretnék pár gondolatban elolvasni. Tisztelt képviselőtestület, Lantos László vagyok, Kartal Sport utca 9 szám alatti lakos. Egy lakossági bejelentést szeretnék tenni illegális szemétégetés miatt. Ezt a tevékenységet Bárány Róbert gépjármű telephelyén már hónapok óta végzik. Égetik a pékségben, a kenyérboltban felhalmozott műanyag palackokat, zsákokat. Elégetik a műhely által termelt hulladékokat, gumikat. Olyan fekete füst áramlik a Sport utca felé, ami szúró szagával együtt szinte elviselhetetlen. Rendszeresen jeleztük az önkormányzat felé a szemétégetést fotókkal, levéllel együtt. Többször kaptunk ígéretet az ügy megoldására, de eddig nem sikerült hathatós intézkedést tenni. Bízom a új képviselő testületben, hogy ennek az ügynek utána járnak és pontot tesznek a végére. Tisztelettel, Lantos László. Hát elő fogom kerestetni az előzményt, természetesen beiktatjuk. Én azt gondolom, hogy helyszínelnünk kell, és szükség esetben a környezetvédelmi hatóságot kell kihívni. Előző testületben érzi azt, hogy meg tud erősíteni, többször is meg lett már ütetve, fizetett is bírságot. Igen. Ennél többet mi nem tudunk tenni, és ugye ő kifizeti, nevetve azt a kis bírságot, itt az lehetne esetleg, többször, hogy a bírság összege akkora legyen, hát ahhoz, hogy ne akarjon többet. Ahhoz azt gondolom, hogy a környezetvédelmi hatóságot kell hívnunk, mert ott lépés. Már a milliók röpködnek. Igen, mert volt lépés felé, még egyszer mondom, büntetve is lett, fizetett is, de a többi nem érdekli. Jó, foglalkozni fogunk az ügyjel. Volt foglalkozva az előző testület mégis vele. Köszönöm, van-e még valami? Tessék. Csak egy mondat erejéig. Szeretnék a magam is az önkormányzat nevébe és a lakosság nevébe is egyrészt gratulálni Csabának. Örülök, hogy megint köztünk vagy. Másrészt szeretném magunk nevében is, mondhatom az önkormányzat nevében is, és a lakosok nevében is megköszönni Peterson Jánosnak az eddigi munkáját. 3 cikluson keresztül vitte a képviselőséget, volt mikor bizottsági elnökként is. Úgy gondolom, hogy 4 évente megválasztotta őt a lakosság, biztos, hogy azért, mert bizalmat szavazott neki, és olyan munkát folytatott, érdemes volt a bizalomra. Én szeretném megköszönni neki ezt a 3 ciklust, hogy végigvitte, illetve így a tévén keresztül is szeretném megkérni őt, hogy ne maradjon el az önkormányzattól, mert az a 3 ciklus alatt beszerzett tapasztalat, gyakorlat hasznunkra válhat. Tehát még egyszer köszönöm neki, és sok sikert kívánok neki a továbbiakban is. Tessék, óvodavezetőnő! Ez más civilre vonatkozik, de úgy érzem, hogy itt van az alkalom, amikor egy köszönetnyilvánítást kell tartanom a falu lakossága előtt a következőről. Vég Dániel szeptemberben felajánlott egy legalább 500 000 értékű mászókát játszóeszközt az óvodának. Akkor úgy gondoltam, hogy az óvoda udvara tele van, mi megoldottuk, és a játszótérre, ami a bölcsőde mellett van, az a gyönyörű kitelepített mászóka, Vég Dánielnek az ajándéka ingyen és bérmentve. Úgy gondolom, hogy legalább ennyit megérdemel, hogy elhangozzon a neve. Ennyit szerettem volna csak. Köszönjük. Zsuzsanna?
Még én annyit szeretnék, hogy nagyon örülök, hogy megismertem Önöket. Köszönöm polgármester asszonynak, a polgármester asszonynak a bizalmat, és hát kegyelenteljes boldog karácsony kívánok Önöknek. Köszönjük. Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel? Igen. Művelődési házigazgatóasszony. Csak egy rövid közlendőm lenne. Szeretném tájékoztatni a tisztelt jelenlévőket és a lakosságot, hogy a kisbíró újság ugye anyagi okok miatt nem tudott papír alapon megjelenni fél éve, és ezért úgy döntöttünk, illetve beszéltünk a polgármester asszonnyal, hogy úgy, mint tavaly feltennénk a tartalomlapra az újságot, onnan bárki letöltheti, majd akárki is nyomtathatja annak, aki nem tudja az interneten megnézni, illetve a könyvtárban is ki tudjuk nyomtatni. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Más hozzászóló? Igazgatóasszony? Csak egy mondat, én pedig szeretném megköszönni az önkormányzatnak és a képviselőknek, hogy egy 8 éve fennálló problémát, a felső tagozatos iskolának, a bejáratának a lebetonozását most nagyon gyorsan sikerült megoldani, és ez nagy köszönet érte, mert ez nekünk nagyon fontos volt. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, hogy további jelentkező nincs. Akkor én megköszönöm mindenkinek a részvételét, a testületi ülést bezárom, és ezzel egyidejűleg az itt lévőknek, képviselőtársaimnak, a jelenlévőknek és Kartal egész lakosságának nagyon boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok, és boldog új esztendőt. Ezt teszem azért, mert ebben az évben már nem tartunk testületi ülést, ha csak valami rendkívüli esemény nem követeli ezt meg. És még arról szeretném tájékoztatni a jelenlévőket is, és a lakosságot is, hogy tulajdonképpen a régió televízióval még nem kötöttünk szerződést. Azt gondolom, hogy a választási kampányunk idején mindannyian a nyilvánosság visszaállítását ígértük a településnek. Meglátjuk, ugye sokszor hivatkoztunk már most a mai napon is a jövő évi költségvetési lehetőségeinkre. Mindenféleképpen szeretnénk, hogy legalább azokról a testületi ülésekről, ahol azt gondolom, mint a mai igen fontos kérdésekről vitatkozunk, vagy döntünk fontos kérdésekben, megígérem, hogy minden ilyen testületi ülésről televízió felvétel fog készülni, hogy a lakosság lássa, hogy miben döntünk, tudjon róla, és természetesen, ha az anyagi lehetőségünk, ha megengedi, akkor visszaállítjuk a papír alapú kisbíró újságot, mert hát azért az idősebb korosztály azért mégsem a neten nézelődik, és azt is remélem, hogy talán meg tudjuk oldani, hogy nem csak az ilyen nagyobb volumenű kérdéseket tárgyaló testületi ülésről legyen tévéfelvétel, hanem valamennyi testületi ülésről. És akkor elköszönök mindenkitől, és még egyszer boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Mennyit darabtam?